Hast moin, ja. Na, sziasztok srácok, én Krisztus vagyok, és ma folytatjuk tovább reddedes kalandjainkat. Itt van velem a Dugi, az Ádám, és lélekben támogat minket Sompapa. Ugyan. Ciao. Ma folytatjuk tovább a semmittevés, srácok, igazából ötletem sincs, hogy mit kéne most csinálni. Kéne ölni legendary bounty-kat, én azt mondom. Ja igen, aki nem látta Beszélve volna az Dagut. előző részt, kicsit elegáns lett az úr, azt kell, hogy mondjam. Most már olyan nagyvárosiak vagyunk. Közben rám is sötétedik, csak hogy véletlenül se lehessen megmutatni, hogy hogy nézek ki. Zseniális. És akkor joinoljak rád, Edem. Aha, gyere. Jövök, Edem. Hol is kell az? Posse. Ez finom volt ez. Player, friends. Players is ott. Ó, már 15-ös Nem vagyok. tudok rá joinolni, csak invite-olni tudlak. So sad. Na, most tudok. Nem barát minket a játék, itt mindent is lehet. Képzeljétek, hogy jártam. Ma már indítottam egy streamet. Gondoltam, csinálok egy jó kis délutáni streamet. Warzone-ozunk, chill minden. Úgy gondolta a Twitch, hogy 15 perc után, vagyis hát nem is a Twitch, inkább az interneten maga, hogy levágja a streamet, és engem kivág a partiból, de a játékban benne maradtam. Viszont a stream az leállt, és nekem nem is mutatta a közvetítés kezelő, hogy a stream az meghalt, hogy annyi volt neki, hanem folyamatosan számolta az időt. Szóval egy jó másfél óráig a semmiből beszéltem is, pedig volt egy-két jó körünk, inkább rosszabbak, de egy-kettő jó is volt. Ide nem akartam bejönni, ez véletlen volt. Na szóval igen, így jártam. Mit akartam Kellemes. csinálni? A bounty-jaidat. Nekem van egy küldetésem. Tikatos tehet három. Hát de azt várjuk, várjuk meg a Csimusz vele. Jaja, mondjuk a Csimusz ma nem lesz. Hát tudom, hát nem. Majd még játszunk végül szóval. Ki tudja. Dugi, Elvisz csinálsz egy egy hét múlva a posszét? korona. Nem. Hívlak. Tipik Ádám. Tipik Ádám. Engedd el! Hello! Kösz, kösz. Következő lövéssel meg is öllek, engedd el! Na ja, papára vigyázz! Ne sunyulj! Tedd el a kötelet! Nézd meg! Mit csinálsz te? Fegyver volt a kezedbe. Inzultáltál. Hát és akkor mi van? És akkor mi van? Nézd meg itt. Gyanakvóvá tesz. A vadnyugaton nem veszik elő csak így a fegyverünket. Nem, nem szabad. Nem a Rögtön golyót fegyveremet kapsz. vettem elő, hanem a kobrámat. De úgy, így bárhol, ne, ne, ne csak Rögtön így ki a golyót kapsz. fegyveredet. Hát igen. Nem tudom, a dohányból bemész előkapod a izét. Kis revolveredet, akkor mit szólnak hozzá? Hát igen, az enyém a szó szerint kis revolver. De nem hat lövetű. Nem. Egy golyó van, és az is vaktába lődösné, ha? Jó, hogy neked egy van. Nem, de az róla, nagyon nagy. De az Ez nagyon nagy. Egy van, de az akkora, mint a szívem. Ja. Hát most Ádám, érted. Nincs bent még a posszéba? Én még nem vagyok bent. Oda jó. Tipik Ádám. De engem meg se hívtál. Hát küldött invite-ot. De tényleg megy a stream meg rendedeztek, akkor minden Tipik Ádám. Hát, ez... Ja, Duck is. Én még nem, hát Ádám a Red Dead-be cosplayezik, szóval. OnlyFans meg minden, úgy nyomja a cosplayeket. Ja, itt kiteszem, csak én nem a csöcsömet, hanem a... Írok a Szopolcsnak, nem olyan borzónozni. Biztos fog jönni már rinyált már a csoportban, hogy menjen a Warzone, de hát ment is. Hogy letöltötted? Visszatértél? Közénk. Nem, Somár tegnap megérte kedvem. Nem közénk tért vissza, csak simán kedvem van játszani. Ja.
Nem hívsz meg? Elindított egy bounty hunt-ot. De nem hívtál meg az invite után, nincsen semmi. De szerintem amikor elindítasz egy küldetést, akkor nem tud bejönni már. Az big sad. Kár kell indítatotok nélkülem egy küldetést. Hát azt hittem, hogy beléptél. Az a szokás, hogy belépsz. Hát de nem küldtél invite-ot. De küldtem mindent. Ne, tipikál nem. Azért ezt nem kiabálnám el. Jó, akkor addig verekszek a kocsmába. Az a déli challenge, hogy be kell ugnom. Igen? Nekem ez ilyen ingyen akarod napot megtenni? Tessék? Ingyen akarod megtenni? Ingyen. Hát eljössz a kocsmába, akkor ingyen be tudsz ugni. De jó fazon ez a tisztus. Téna Mori 2 vagy mi van? Hát ja. Biztos vagyok, és van egy kocsma. Nem nekem van. Karakteremnek. Szegény gyerek vagyok. Biztos vagyok, és van egy karakterem, akinek szegény van egy kocsmája. Soma Szícson. Tudod, izé, már élőben vagy ilyenkor produkálni kell magamat. Szokásos. Ott van valami konzerv. Nem is Soma a neved, nem? Soha nem is Soma ja volt a neve egyébként. Mindenki azt hitte, hogy Somának hívnak ezért. De nem. Soma, de nem. Mindenki azt hitte, Somának hívják, de nem. Ezért mindenki úgy hívta, Soma, de nem. Ja. Lord, Soma, de nem. Úgyhogy mennyi nyomot találtam. Azt én már követek egy nyomot. Szagot fogtam. Jó. Találtam madamnak valamit. Léci, ne bántsatok, kutyusok. Tök aranyosak vagytok. Úgy-úgy. El innen. Okay. Jó, én is valami... Szerintem itt nincsen semmi se. Képzelők. Ja, rossz véj. Mehet a kövi véj. Szeg véj. Hopp, itt egy kígyó. Egy kell egy jó. De hát a kígyó lesz. Ideje volt. Egy valaki másoknak ugyanezt a küldit adta. És ott van a campnél most. Megtaláltad akkor? Nem. Jaj nem, jaj. Ja, hogy ennek a jelnek itt vége is. Jaj, vége. Tök jók vagyunk. Eddig kettőt kizártunk. Valami néz, ez egy virág. Már felvettem. Már felvettem. Nem szólsz te. Nem tudtam, hogy az az. Én azt hittem, az csak egy sima virág is felvettem. Én elindulok ezen az úton, Dugit. Bal oldalén. Jó, én még megyek másikon. Á, bazd meg. Meleg. Hát azt nem hiszem, hogy nem hagynak engem itt békén. Zaklatnak, Ádám? Kocsmába állandóan hátba szúr egy... Hogy ne mondjam mi. Nem akarom itt jellemezni a fiatal embert. Az én streamemben pezzeg, ezért jellemezted az embereket. Elég rendesen. Hát azt mondtad ott, tök mindegy. Azt mondtad nálad szabad. Én igyekszem a családbarát kategóriában maradni. Többet szabad, de... Érted. Jó, meg ti varzonoztatok. Hallod, melyik úton mész? Tök mindegy, mert itt nincs semmi. Háborús zóna. Csak oda kell menni majd. Itt már nincsen semmi.
Oh, de, van még egy nyom. Találtál még valamit? Szerintem ez lesz az utolsó. És nem látok jeleket. Nézd meg, megkésel! Hát úristen! Mi van ezzel az emberrel? Pered be! Na. Olyaj! Dugi már vágtázik a vakmerő végtelenbe. Ott is van. Az ombre. Mondd neki, hogy túl szólsz, szóval mó szólsz, attól biztos megkedvel. Renyi, hogy suck my dick. Na. Izé. Piálgatott magába. Milyen jó volt neki. Ajaj. Menjünk. Zsatar. Jaja. Ezt nem hiszem el, bazd meg. Tesó, neked már duplázódik a daily challenge? Nem tudom. Én már más felett kapok. Őszintén nem is figyeltem, de megnézem majd. Ha leadtuk, úgyis Ádámnak be kell joinolni a posztjába, és akkor utána, akkor meg, közben megnézem. Szerintem már igen, de... halkan jegyzem meg. Nem redded ezek minden nap. Te meg voltál akkor is, amikor nem játszottunk. Hát, megcsinálok egy daily challenge-et, aztán annyit tudod. Jó, de hát, hogyha ez kimarad egyszer, akkor tök mindegy. Szerintem nem kapok. Szokás a sikeres vadászat. Az igen, Dugi. Mi van, izé? Hogy hívják azt az... amikor átugrasz a másiknak a... tudod, amikor valaki legugol is, békaugrás, vagy bakugrot. Béka, nem? Amikor valaki legugol is átugrod, az bakugrás, béka. Nem? Békaugrás? Béka. Nem tudom. Már nem emlékszem. ...0,16 gold, 26 dolcsi. Jött valami nekem a postán. Nagyon villog. Na, Ádám. Hajlandó vagy? De? Játszani, Ádám. Na, most jött invite. Ezek a sziklák... olyan, mint hogyha valami 5 méter magas fal lenne előtted. Még jó, hogy nem vett észre a kelgyó, és nem mart meg. Ja. Amúgy neked is jött valami a fal. Ajaj. Ez egy nyaktörő mutatvány lenne, szóval inkább elengedem. Ez is elég nyaktörő. Na de majd ott. Én se azon mentem is. Meg is lett a következménye. Talán utakon járok. Micsoda ugrás. Mit adsz? Kaptam egy kártyát, meg tojásokat. És egy fésüt is a postán. Tök jó. Úristen. Nem tudom, a... ja. Nagyon sok minden van nekem itt a postán, Dugi, neked nem jöttek? Most nézem csak. És kaptam egy treasure mappet, végre. Hát se hiszem. Na, azt is nyilvánom majd. Lehet egy kincsvadászat. Kaptam én is kettő kártyát. Nekem rendesen megpumpált a játék most ezekkel a dolgokkal. Még egy kártya. Bölcsém, meg kéne találni a nőt. Eladni a szükséget. Ja.
Most már lecsekkolom én is. De nem kaphattál, hogyha nincsen meg a kollektor. Ez a kollektoros dolgok, amiket adott. Hát de azért valamit csak kapok. Mert ezt is megtiltott tőlem? Én nem tiltok meg semmit, én csak... Nem akarlak hiú ábrándokba ringatni téged. Nem rugunk be. Végkülös, de. Istenem, Dugi. Ide akarok menni. Gipaci. Jön a vonat. Az a déli challenge-ot, hogy be kell rúgnod? Szerintem neked is. A kurva anyádat. Ah, kaptam egy treasure mappet. Na. Már kettő van. Hol azt nem csinálhatjuk ezeket. Nekem is kettő van. Ti mázisták, én most kaptam először. Egy jó idő óta. Nem is tudom már mióta. Én már egyet megcsináltam. Jó van, Dugi, te 0-24 ezzel a játékkal játszott. Dehogy is. Nem panaszkodok, egy csomó ingyen ruhát kaptam most. Ez a kalap is full ingyen volt, és pedig valami 200 dollár, meg a kabát is olyasmi volt. 200 dollár körül, és ingyen ki lehetett hozni. De így áll, papával. Jövök. Új, itt milyen box meccsek voltak. Annó 80-ban. Egyszer már meg is kaptam. De nem, ó, ez is day challenge volt, hogy rendelnem kellett fiát. És be is kell húznom. Ja. Nekem is volt egy ilyen. Igen. Nekem az a daily challenge-om, hogy 7 embert ki kell üssek. Mármint random embert, nem player-t. Na. Milyen úriámbár vagyok hozzád, képes dugni ebbe a ruhába. Hát én már öreg vagyok, érted? Ubazd meg. Nem szerencsés. Te jó képű fiatal ember vagy, én meg már hű ronda. Kösz, papa. De azért van húzókája a fiatal embernek. Ja, most kaptam meg, tesó. 5 fiát kellett meginnom. Ja, nekem is megvan. És be is húztam, szóval még egy sört megiszok. Hó, pont a sheriffbe kötöttem bele. Kiütöttem a sheriffet. Úgy, hogy duplázódik az arany bevétel. De miért, mennyit tud ütni? Ez amúgy a legjobb. Na. Valaki ölje meg ezt a... Nem is mondom inkább, hogy... Miért nem szedtél fel? Mert nem tudod. Mindig csak a kamu. Várjál, ne indíts még el semmit, mert nem biztos, hogy tudunk lovagolni részek. Figyeld, alig bír fölmászni a lóra. Jaj, a csípőm. Most úgy másztam fel a lóra, mint ahogy te szoktál hétköznaponként. De figyeld, ez én ilyen... Hogy lovagol. Tédereg. Az ugrás még megy. Te! Istenem, odavaló vagy be a bucár mögé. Valaki lő Ádámt elődösel? Nem. Dehogy nem. Visszajöttem. Hallod, leestem a mapa alá. Az előbb. Csak visszarakott a játék. Mit akarsz a lovantól már megint ember? Jó ember. Na, indíts valamit, Dugi. Ja, indítom. Bekekszezzük a lovat. Azt szereti. Van legendary? Miért nem lehet neki rohanni? Dugi. Micsoda? Legendary van. Aha, azt indítok. Hú, nagyon jó vagy. Fő az izgalom. Van egy csomó, amire még nem is emlékszem, hogy csináltuk. Pedig már kettes csillagon van, hogy csináltuk. De nekem csak a mennyek a montezes van meg nagyon.
De az azért, mert annyit szívtunk vele. Nem, de mondjuk az jó volt neked már ilyen nehezen. Ezt hányas nehézségen csináltuk már? Hogy is volt? Négy. Négy? Azon csináltuk még meg. Ötösen már nem. Ja, meg a farkas embereset szerettem még, mert az nem volt nehéz és jól fizetett. Mondanám, hogy csinálják meg, de hát ötösen... Ádámmal meg lehet szerintem csinálni. Hát Ádámmal... Tessék! Tessék! De nem is támadnak rá playerek, vagyis hát, hogy ugye NPC-k. Jaj, már megint ezt csináljuk. De ezt már egyszer csináltuk, nem? A nőből ítélve, ez az, amikor csináltuk, meg kell amikor... találni a boss-t. Igen. Látod, a nőből egyből már leszűrtem. Nekem is ismerős volt az arca. Micsoda? Ja, tipikál, de igen. Elfelejtettem felkapcsolni a... ledet. A Red Dead-es ledet? Aha. Led Dead-et. Led... Led Dead-et. Jó volt szóval. Ezért vagyok itt. Te a poén felelős vagy. Megjött a hobó meg a két gentleman. Drágább ruhája, mint neked. Drágább ruhám, mint neked. Ja, az izé, mi ez? Armani kabát. Mennyire vetted, Dugi? Ezt? Aha. 600 dodó, 600 dodó volt már. Akkor az enyém többet ér, mint a tied. Igen. Hol van már? Hát, hogyha nem nyomtam volna az ingyenes cuccokat rá, akkor valami 1000 dollár sikerül lenne, szerintem. Nem tudom, nem néz ki olyan jól. Bár, tudod, soha valamivel kompenzálni kell. Ja. Egy kicsi a pucuja. Valamit kötözködtök? És ilyen kedvünk vannak. Főleg te, Soma. Benne se vagy a történetben, kiírlak belőle. Persze, mert én már, mikor ti megvettétek a játékot, én már 6 millió éve kijátszottam és meguntam. Mert szar a Red Dead. Én kimondom, amit mindenki gondol. Szar. Ennyi. Ez durva. Ám amúgy. Ez nagyon durva vagy, Soma. Egy jó játék, csak posasztod vége. Bezzük a Minecraft, érted, története sincsen, de jobb játék, mint az valaha lesz. Figyelj, ugye öklendezik a Dugi. Jó vagy, Dugi? Megint rossz fegyver van nálam, és csodálkozok, hogy nem halnak úgy az emberek. Mindig felrakja a lóra a snipert, és nem... vagyis hát a bolt action-t is nem szedem le. Fortnite. Ugye ez a kabát nem illik annyira a ruhához, szerintem. Jó, hogy felismerted és nem kellett mondanom. Jó, de ez illet hozzá a legjobban. Szar vagy rép. Soma... Párizsi pivatéten. Jó, oké. Öcsém, ennél lassabban nem is jöhetnének. Látszik, hogy nem. Hát, dobok egy TNT-t. Hopp, jönnek. Ahogy az enyém azt mondja, hogy ez nem a boss, és az volt az utolsó, küldök a fejébe egy olmot. Amúgy nem lőjük őket inkább így. Amúgy nem gyanús, Dugi, néz felém. Kilóg a izé tollam. Azt hiszik, hogy egy páva. Ja, a 30-as évek pávája. Ja, nem, mi az? 700-as évek pávája? Ez a 30-as évek. Na igen. Én összekevertem a maffiával. Milyen 700-as? 800-as? 1790. Eleje, sőt, nem. Egy-két évvel előtte játszódik.
Szakértelem. Hát, ha már játszok a játékban, érted. Jó, akkor ez nem az. Szerintem megint az lesz, ami az Ádámnál van, de nem kiabálom el. Ádám, nem tudsz elbújni? Nem, jó az így nekem. Jó, ez se. Menjünk közelebb, nem? De hát ezt tudjuk. Ó, jel ki lehet. Persze, ki lehet. Vagy ez 400. Hol mentetek? És jönnek vissza ide. Mi a fasz? Hogy láthatsz meg? Hé! Hey. Hé, hey, Arnold. Segbe lőttem is halt. Nagyon jó. Jó, egy megvan. Másik elment balra. Most kettőt kell leadni? Hát nem, nem, csak ugye az, a másik az... A másik lesz az, akit el kell kapni. Én közben itt takarítgatok. Jó, akkor én elkapom. Szervusz, Zsombor! Megtalálom, hogy hol van. Hopp, ezt kaptam. Ne sunyulj! Nem, ez ő. Ez az. Besakartam. Ja, csak ez az egy van? Egy van, persze. Egy van belőle, nem ja, tudom. Úgy emlékeztem, hogy kettő. Ó, láttam, egy jó kis Legendary Bounty-ra jöttem. Persze, persze. Ez a legizgalmasabb része szerintem a Red Dead Online-nak, szóval ezt csapatjuk a legtöbbet. Meg ez jól is perkál. Ha meg ugye a sztorik még jó. Ja, jó sztoriai vannak, persze. Ha ki ne szeretne a vagy nyugaton elkapni a rossz fiúkat? Na jó. Hú, ez nagyon erotikus volt. Ez meg egy pornó cím is lehet. Hát, köszi Ádám, hogy a fellegekbe járok is, te csak így letaszítasz. Tipik Ádám. Tipik Ádám, ja. Tipik Ádám, így van. Jó, hát most a vagy nyugaton jó volt. Mi? Mi? Fejezd be ki! Mit akartál mondjad? Mondd csak ki, mondd csak ki! Hát megmondom őszintén, inkább én akarok lenni a rossz hű. Az a baj, a Red Deadben nem csinálták meg annyira a rossz szállat, hogy annyi mindent lehetne csinálni. Mert tök jó a sztoriba is, hogy a Red Dead Online-os sztoriba, hogy például tudsz egy bankot rabolni a végén, vagy ilyesmi, de hogy ez így nagyon rövid is, hogy sokkal több mindent bele lehetne rakni. Hát, amúgy, ja, sok mindent bele lehetne rakni. Ó, szóval te ilyen rossz fiú vagy. Hát, ha Bounty Hunter kötsz, akkor már jó fiú vagy, szóval. És ja. Ez a legizgalmasabb, szóval hát csináltak volna valami rossz fiú szállat neki, ami hasonló, mint egy Bounty Hunter. Ez király lenne. De hát sajnos nincs. Hát ja, amúgy. Meddig tudt ma? Oh, City Hall. Lejöttünk a padra. Érted? Én elől. Csatlósaim hátul. Csatlósok hátul? Na ja. Ez rosszul esett. De hát a GTA Online-nál jobban foglalkoznak. Persze, mert... Ne, én nem meg ja, sem ez mondani, nem az hogy miért. Az az én lovam, de... Az az másik úriember lova. Igen, a GTA Online-nál sokkal többet foglalkoznak, mert... Többen játszanak a játékkal magával szerintem. Meg annak már annyi minden van az online-jában. És annyi mindent lehet venni. Mert mondjuk alá is írom, hogy... Sokkal több jármű van, sokkal több mindenre lehet költened a pénzedet, és ezáltal sokkal több ilyen... Mi ez a sárkárd, vagy mi a fene, amit lehet venni a GTA-ba? Ja, az. Na igen.
Igazából abból él szerintem a Rockstar. Úgy csoda is lenne, hogyha kevés lenne az izé content ennyi év után a GTA 5-be. Ja, de hogy még folyamatosan jönnek új helyszek, stb. Ezt hiányolom a Red Dead Online-ban, nincsenek új helyszek, lennének helyszek. Hát jó, elég ritkán jönnek. Hát igen. Hát most gondolj bele, már nem tudom mióta megvan az izé a GTA 5. És most PS5-re is át akarják vinni, nem új GTA-t csinálnak. Nem ezt fogják tovább vinni, szóval kell valamivel fenntartani az érdeklődést, mert elég jó pénz jönnek ki belőle így is, hogy egy régi fost. Mármint, hogy nem fost, de na, érted. Hát ja. Ma vettem meg a Prestigious Bounty Hunter licenszet. Na, gratulálok hozzá. Én tegnap vettem meg, a Collector-t vettem meg végre. Ki is próbáltam, hogy milyen. Egész menő. Ők még nem teljesen értem. Majd belejövök. Hopp. Rossz fiúk a láthatáron. Úgy mostanában kéne jönnie update-nek most már bedödbe. Na igen, a Bolt Action kellett nekem az előbb is. Mert a sneaky dugi. Aha. Ja, Ádám nem hagyja, nem. Belovagol. Ez olyan vihemszik sneaky dugi. Babyben nem egy kis sneaky dugi. Ó, nem jó az a... Hogy hívják azt a... Elintéztem. Kilőtted a gámból? Na. Majd ásót meg fémdetektort vegyél hozzá, lehet venni hozzá ilyeneket? Az nagyon vagány. Jó, mindenképp leszek akkor. Kipróbáljuk, hogy milyen. De azt valahogy ki kell húzni a rankra alatt. Vigyázzatok, lenelőjétek a izét. Csoda csibét. Bentül az ágyúba szerintem. Vagy hol van? Valaki kapja. Már hátba is. Mindjárt megyek. Ne súnyúj! Gyorsan menjünk innen. Jó, hogy a teámat a TS mellé, így legalább melegen tartsa. Hol a lovam? Ó, jaj! Hozz fel ők lehet-e? Jó, besokáltam. Nem, én még itt vagyok. Nem, hát... Nem jó! Fel tudtok szedni, semmi pánik, fel tudtok szedni. Ez egy dolog, hogy fel tudnod, de fel akarnak. Na, szedd már föl! Nem akar idejönni a lovam, így nem lesz jó. Aj, lelássolt! Mi a szar? Elmenekül. Ja, nem. Hol vagy? Jövök, jövök. Ott voltál, te ha rám szólt a csávó, ellökött. Revive. Itt volt egy chapter 5-ös küldi, a Feeling Joy a storyban. A srácok talán tudják melyik az. Dugiti vágjátok? A... Chapter 5-ben. Igen, 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 emlékszem. Nem akarok spoilerezni. De ja, emlékszem, jó volt. Ülj már fel a lóra, te szerencsétlen. Nagyon effektív ez a shotgun, az a helyzet. Dupla, dupla, shoti. Aha. Jaja. Kedvencem. Minél előbb ki kéne pörgetnem nekem is a sztorit. Hát ki kéne tesó, de a streamelheted szerintem. Lehet róla szó, hogy kijátszom úgy. Azt jó streamelni. Csak azt szeretném, hogy meglegyen végre rendesen a setupom. Most rendeltem egy hangkártyát, mivel sikeresen meghalt. Vagy hát én nem is tudom, hogy mi a fene van vele tulajdonképpen. Nem érzékeli a füleseket, bármilyet dugok rá, hát neki nem jó. Szóval mindentől kezdve veszett fejszennye le. Na mindegy, most rendeltem egyet. Ha az meg lesz, akkor tökéletesen fog futni a streamben, mert tökre jól összevarakva minden. No, por favor!
Por favor, 3,5 percünk van. Az Ádám rávert egyet. Hát tesó. Elaltattam, biztosan nem biztos. Itt nekem ne ugasson. Itt, mint egy igazi gentleman jövök be. Amúgy, hallod Krista, full úgy nézek, mint egy spanyol. Ilyen hódító. Úgy nézek, amúgy kajakén is ezen gondolkodtam, mint valami matador. Nem is ez a matador, hanem ez a... Hódító, értem. Hódító, ja. Értsd már meg. Hát én még meghagytam azt a stílust. Azt hittem engem ütsz meg. Meghagytam még azt a stílust, tudod, amikor jöttek a... Kik jöttek Amerikába, és mondjuk a konkvesztádorok, ugye? És csak halkan mondom, nagyon régen töriztem már, és rég volt az amátori érettségim is. Telepősek jöttek, tesó. Voltak olyanok, hogy konkvesztádor. Biztos, hogy voltak. Ez spanyol telepes. Igen? Elkonkvesztált, nem tudom amúgy. Azt hittem, hogy tényleg azt jelenti, mondom itt. Még egy szó spanyolul. Ahogy lehet. Csúsz, itt lenne, megmondaná rögtön. Ő is hazudna valamit. Ő is az. Elcsimusz. Azok a spanyol felfedezők voltak. Columbus. Nem csinál már Szopolcs. Szopolcs? Na. Amúgy nem jó az a kabát ide, mert melegen van egyfolytában. Honnan tudod? Jelzi a játék. Nincs több izé... Bounty-t. Kell menni máshova. Jó, menjünk. Adam, majd lerántasz a lóról, szemét vagy. Szerintem nem fogja meg a kodáját. Oh my! Ez komoly! Megálltál te! Bobo. Eddig is ott állt. 20 perc ott áll, Pali. De nem baj, akkor is a te hibád, Dugi. Te! Szép a te hibád. Ki az a baj. Hol menjünk át, Dugi? Hát... Menjünk át... Nem tudom igazából, menjünk át izébe, Valentine-ba. Valentine? Hadd szóljon. Ez drága. Most kaptál egy csomó pénzt. Nincs pénzem rá. Ádám az... Igaz is kót. Én egy másik szót használtam volna, de... Tipik skót. Az egyetlen nem tökésik Ádámmal. Szarrágó. Na. Hát de az most miért csúnyát? A szar az egy emberi végtermék? Azt is tudod szépen mondani, nem? Kularágó. Ja tényleg, az orvos is azt kérdezi, hogy milyen volt a székletet, nem az, hogy miért szartál. Hát én oda megyek, azt megmondtam, hogy fosok. Fosok? Ja, ugyanez. Fosok? Kularágó. Kérdője. Na. Első fégadás a parti csevegésnek. Aztán menj már innen! Nézd meg, bassz meg a paraszt! Láttam, mit akartál. Láttam, amit láttam. Nézd meg, tiszta szar lett miattad a kabátom. Na. Csimbókos lett, jó? Ezek a cuccok, amiket itt föl tudok venni, mióta megvan a kollektor, ezek micsodák? Ezeket el tudom adni a nőnél? Igen, azt hiszem. De meg kéne majd találni a nőt. El akarok adni egy csomó mindent. Dugi, te... Miért állt szendékodban elütni? Hát láttam, mit akartál. Dehogy láttál, nem láttad semmit. Reggemre pályáztál. Így van. Rád raktam volna a betyár körtémet. Mi a ló? Kukuláról beszélsz. Amúgy ha GTA Online-ba berakták, hogy el lehet menni Cayo Pericóra, akkor jó lenne, ha lehetne venni hajójegyet. Át Garmába, akár sztoriba, vagy onlineban, bármint aki tudja, hogy az hol van. Lehet egyébként, hogy dolgoznak ilyeneken, nem lehet tudni. Mondjuk én kis, hát, kis vagy... esélyt látok az ilyenre, hogy hát, bármikor is ez egy... visszahoznák a izét, a régi, hát a mexikói részt a Red Dead 1-ből.
Az is egy nagyon nagy map rész, azt még simán meg tudják csinálni. Még DLC-nek, story DLC-nek és Annyit online DLC-nek. reddedeztem, hogy megjött a kedvem egy Levi's nadrághoz. Itt a vagy nyugat. Vagy nyugati stílusba vágom magamat, én is OC-ba is. Ez Levi's nadrágot. Elrákcsálnám. Gyere, meghívlak egyre. Ja, ezt tökört én állom. Jó, hogy mondod, van egy Levi's pólum. Ezt mindjárt. Mindjárt felveszi a soma. Egy kis majonézt hozok mellé. Neked nem kényelmetlen a... A címkéje. Rohadt nagy a címkés. Ha kivágod, akkor meg csak viszket. Nem zavart. Igen, nagyon. De Adam kényes, mert baba teste van. Így van, én nekem meg dalba. Apa testem van, szóval ezért meg vagyok védve. Az apa testű. Ezeket meg... Ó, meg kell védeni őket. Hadd én vezessem. Azt nem lehet vezetned. Hát akkor ez csicska játék. Gyerekek, itt lehet menni. Jövök. És hova mész le? Van bent valami jó? Azt nézem. Kukucs. Hoppá. Remélem ezután szponzorálni fog a McDonald's téged, de ez a Country Burger, ez kurva jól néz ki. Menj már innen, dugja, ezt én nyitom. Nyitom ki. Tűnés. Nyitom ki, dugj. Tudod, mit tegyél? A KFC-be a Grandernek, de a Kentucky-t. Kentucky Bourbon Grandeur. Az! Vágod? Én annyit ettem KFC-t már, hogy soha többet nem gondolnék KFC-re. Ma is pont KFC-t ebédeltem. Múltkor azt tettük, öcsém. Ott konkrétan... Olyan szemicseket csináltam, olyan szemicseket csináltunk a Somával, amíg ott dolgoztunk, hogy olyat nem is árulnak, érted? Mikor ez azért, senki nem tudta, hogy van ez a grill hús, és több mindig megmaradt egy csomó. Azok nem, soha nem ették a grill hús, de pedig nagyon finom, és nem csípős az aló benne. Nem szereted a csípőset? Hát gondolj bele, hát, amikor dolgozol 7 per 7 napot, és minden nap csípőset tesz, akkor gondolhatod, hogy utána milyen jó móka vécézgetni. Hát tesó, hát. Hát tesó, hát. Érted? Ez volt az üzét. Az a jó. Tehát akkor hát, nem csak... Nem 7-szer csíp, hanem 14-szer, ez az... De a Rockstar már szerintem leszakott a single player DLC-kről Under Nightmare 2-t a népnek. A kettőnek a sztoriában még érdekesebb lenne. Nem mondasz egyébként hülyeséget, és az a baj, hogy... Na, nem nagyon a kollégámnak a szavát. Nagyon sok embernek megfordul ez a fejébe is. Mondjad, kolléga? Milyen kolléga? Dugi kolléga, mondjad? Mondom... Már mindegy igazából. Bocs, hogy felolvastam egy nézői kommentet, bocsánat. Nézd meg! Itt a Krisz kolléga beleszól. Hihetetlen. Beszóltál bele a nézői kommentbe. Nézői kommentbe nem szokott beleszólni. Ez a másik te... a Ádám. Bocs, hogy foglalkozok az érzéseiddel. Le fog csapni az Ádámra a Ben Hammer. Én úgy érzem. Az igen. Ben kalapács? Ben kalapács izomból, persze. Ben Degus kalapács. ...76 millió éve nem borzonoztam. Nem tegnap játszottatok? Nem játszottunk. Nem játszottunk. Jó. Mert... Érted, izé klingonivól tanultam itt nálatok. Jajaja. Ez mondjuk nagyon vicces volt. Azt nagyon adom, azt megtaníthatnál nekem is. Szóval úgy kezdődik, hogy elő kell fizetni itt Vodafone-ra. És onnantól megtanultad, ennyi. A céges számom az Vodafone-os. Egyébként... Tényleg, ez most nem akarok itt lehúzni semmit, meg senkit, de a Voda az szerintem picit visszamaradottabb, mint a té. Hát nem az, hogy vissza, ez konkrétan olyan, mint hogyha egy dunkórost, és nem tudom, egy izé... Már majdnem mondtam azt, hogy egy gimnazista, de az is technikailag dunkóros. Ki gimnáziumba jár. A T-nél ugye van az az e-SIM kártya, ami amúgy tök jó cucc, hogy nem kell SIM kártya, hanem csak egy QR kód, és akkor nem kell itt... fizikai SIM-kártyával. Tök jó, hogyha van Apple Watch-od, vagy a Samsungnak az órája. Ne, de ezt nem akarom ezt kihozni belőle, mert nem, a Samsung telefon is ugyanúgy jó, vagy bármelyik másikra. Ezt azt akarom kihozni ebből, hogy felhívtam a Vodafone-t, hogy esetleg nekik is van-e e-SIM-kártyájuk. Megkérdezte az ügyintéző kis csaj, hogy az mi.
És ebből Nem így azért a levágtam, két hogy... forintért, de én most Vodafone-os vagyok, kizét, a telefonom az az, és zuglók közepén csak kilépek a lépcsőházba, és elmegy így nulla térerővel dolgozunk. Szóval... ja. Nem az, hogy izé eSIM kártyák, de hogy konkrétan a lefedettség... Térerősítsem. Ja, szóval nem amúgy az eSIM kártya tök jó dolog lesz, csak még nem sok mindenhez lehet használni. Telefonhoz hát nem tudod egyébként használni de. az eSIM Miért ne kártyát. tudnád? Hát amit Megkérdeztem gombot Ádám, nyomkodsz... bent voltam, megkérdeztem a csávót, hogy mire lehet pontosan használni. Elmondta, hogy per pillanat tudod használni Apple Watch készülékhez, vagy Hát a Samsungnak körülbelül az az okos összes iPhone. órájához. Körülbelül az A összes telefonod iPhonehoz nem lehet. tudod működtetni eSIM kártyával. You Tesó, know? én a teleko... Tesó, én az Telekomnál eSIM kártyás vagyok, csak mondom. Akkor miért mondta nekem nekem azt a csávó, az ügyintéző csávó, hogy az Nem eSIM... tudom. Nem tudom, de nekem iPhone 12-m van, és benne van a céges számom, és a sajátom. Alias, az iPhone-ok nem dual SIM-esek, tehát az egyik az eSIM kártya. Sátok, valaki majd bevágolt a játékot, nem tudok egyet váltani, nem tudok semmit csinálni. Összedlek, Ádám. Köszi. De én is egy csomó ideig gondolkoztam ezen, de én biztosan állítom, hogy bírja az iPhone jó, az hát eSIM nekem kártyát. Bent, amikor bent megkérdeztem, hogy ez mire jó, pontosan de elmondta azok, a csa. De azok hülyék, ne hallgassál már, bocsánat. Nem akarok itt senkit degradálni, meg semmi. Elmagyarázom én neked, hogy kell megcsinálni. Ja nem, nincs szükségem eSIM kártyára. Nincsen céges telefonszámom, semmi ilyen hasonló. De ez azért tök jó, mert nem kell átrakosgatni a fizikai SIM kártyát, hanem csak úgy van. És látom a hasznosságát, persze. Nekem pénzem nincs előfizetésre. Dominó feltöltős vagyok azóta. Mit történt? Ez fájt kimondani. Jó, ez... Kapták. Alatt nem akar menni a csávó, hát... Lehet, hogy itt most várnunk kell, nem? Nem. Elveszem tőle, hát ember nem tudsz vezetni egy javagont. Üsd le! Elindult. Vagy te vezetsz, Dugi? Én, ja, de hallod, még fegyvert sem tudok váltani, és ki vagyok fogyva. Nem baj. Persze, üssél el, Dugi. Összkortolunk téged Ádámmal. Szóval mögöttünk egy arc. Jaj, kapta. Ne, rossz. Aj, mindegy. Dugi. Akkor a kitérő nem. A vazza nem mondta, hogy merre kell menni? Fordulj, jó jobbra. Ez majd a vazza is. Tartson balra. Ez jól megszoktatott múltkor. Ja, hogy jó szar az az applikáció, jó néha jó. De az a kedvenc, hogy konkrétan engem múltkor felküldött az autópályára, srácok, úgyhogy ki van kapcsolva a fizetős autótak és autópályák. Felküldött az autópályára, vettem egy matricát gyorsan. Nekem az a kedvencem benne, hogy tudod írja a kerülő utat, ami itt tudom én 5 perccel hosszabb, mint a sima út, de a sima úton, hogy tudod végig van húzva ez a piros jelölés, hogy dugó van. És azon visz csak azért is. Most jönnek majd az e-mailek a Vodafone-tól, hogy hát hogy képzelitek ezt? Lealázni a céget, és jön a per. Igen, én ettől tartózkodok, akik a Vodafone szidják, semmi közöm a Vodafone-hoz. Én a magántársoknál vagyok. És velük most én per is, pillanat meg problémám én a Vodafone-os sincsen. Ne aggódj, egyébként céges szinten már be van jelentve, és napi szinten zaklatjuk őket, hogy szar a hálózat. Dugi, nem ad időt pihenni, gondoltam levágatom a szakállamat, de nem. Nincs szakálvágás, ilyenekre nincs idő. Úgy őszintén én csak azért lettem Vodafone-os, mert megvették a UPC-t. Én mindig is UPC-s voltam, most is UPC-s vagyok. És ezt elmondom a Vodafone-osoknak is. Lélekben UPC-s vagyok, srácok. UPC-s, mi vagyunk a kisebbség, lélek. Kilekszünk a többség. UPC-s leszek, ja. Amíg élek. Ja. UPC-s leszek, amíg... Hát, ez lesz a... Persze, ez az izé... A... Borítókép. Nem, mert ugye hátamon ott a Nagy Magyarország tetkó alatt az izé, MSZP meg Gyurcsány, és szóval még egy politikát UPC-nál ne keverjünk bele a streambe.
nem volt ebbe politika, Gyurcsány közszereplő már hivatalosan is Ja, egy az ideje. igaz mondjuk, ő már Igen, ő egyébként egy vállalkozó, úgyhogy... közszereplő. Vagy... Hát így Hát is. nem, hát a YouTube-on is nyomja meg minden a saját nevével. Ahogy őszintén, aki ő tényleg... Van már neki TikTokja? Szerintem az még nincs, de minden más van. Most tényleg az az ember itthon Magyarországon, aki őt politikusnak tartja, az pont annyira komolyan vehető. De igaza van, nem szabad ilyenekről beszélni. Fölösleges Igen. feszültséggenerálás. Micsoda? De Blackwater Killers-eket kell levadászni? Menő lenne Van der Linde genget levadászni. Dugi, nem néztem, hogy kit kell levadászni, kiket kell levadászni. Úristen! Nagyon gyorsan besötétedett. Olyan gyorsan besötétedett, és És akkor már meg vagyok baszva. világosodik is. Jön ám, csak Utoljára rájöttem, akkor volt hol. ilyen élmény, amikor be voltam baszva, mint az atom. Ilyen Minden élményei vannak pénzt. Ádámnak. Nem, amúgy nem figyeltem, hogy kiket kell most levadászni. Én sem, de amúgy meg már annyira nem emlékszem rájuk. Én már régen játszottam ki a... itt már 2 éve, vagy 3. Gyurcsány TikTokon tverkel a kígyók kígyóznak remixre. Ez nagyon jó. Dugja a te lábad a büdös, vagy az enyém? Valószínűleg a szádat érzed. Ádám, ezt kaptad. Kapta hal. Jó, van, nem tudtam, hogy Dugi ilyen kötekedés formájában van most. Hát te kezdted. De csak egy szimpla kérdést tettem fel, hát most. Hallod, ez nézzel. önvédelem volt. Miért rád lőttem? Szia, Jaj, Fanni! durva hangja van ennek a fést. Ó, nem áll. Jött a Melyik veled Fanni? amit. Veled magad. Nem a te Fannid. Jó, megnyugodtam. Fuck. Hoppá. Ez a szép kis. Na, melyek az egyikért? Aki itt van balra. Nem tudom, melyiket szabad lőni, és melyiket nem. Szerintem Ja, ők nézd a kaphatják. minimapot. Tök... Oké, egybe folyik, bocsánat. Most menekül áll. Nekem ő Jó, kell... én elkaptam az egyiket. Na csak! Ilyen szép hangja van a PS5-nek. Már? Milyen hangja? Ja, semmi, nem, csak úgy mondtam. Ilyen szép hangja van. Most... Valamit kellett mondja. Na. Na, hogy mehetünk Warzone közben. Oké, hát én már is indítottam, tesóm. Én meg már bent vagyok, tudod, 6 évvel előbb el kell indítani az öreg PS4-et. A csatán nem szeretnek téged, Ádám. Most nem tudom lelőni, mert most küldetésben vagyunk. Hát kit érdekel? Hát... Most belőlük élek, vagy mi van? Ez nagyon csúnya volt. A közönség kedvence Hát de most... Mit csináltam? Magyarázza már el valaki. Tegnap is kaptam egy kommentet, ezt meg se szólaltam addig. Hát úristen, itt még végén háború lesz, pedig meg se szólalok, azt szidnak engem össze-vissza. Csak azért, mert megkérdeztem, hogy büdös a lába a Duginak, vagy mi van? Nem tudom, miért triggereled a nézőket, tök normálisak. Tipikán. Mit írtak az áll? Mit írtak el? Csak az, hogy mekkora egy buzi lőd le. Köszönöm a gyönyörű jellemzést, van barátnőm. Az is alter ego, vagy mi az alibi alter ego. De jó vagyok én. Jaj, Istenem. Tönd azt a buzit. De melyiket? Hát én kiégök. Aj, De Ádám. Bendik úr. Ádám, nem kell szívre venni. Ja, minek veszed?
Ja, hát leszarom. Kezdjén állnak, hogy csúnya az arcomat. Na hát, de nem játszanék többet vele. Velük, de hát te tudod. A szoki Danny D. Johnny Sinsa. Danny D, mekkora? Ó, Isten, ez nagyon nagy. Várjátok, srácok, egy pillanat. Csak búcsút vettem Szabitól meg Somától, hogy ne beszéljünk keresztbe. Ez ilyen, ez nem személyes bosszú. Semmi bosszú nem volt benne. Csak szimplán ja, nem beszéljünk keresztbe. Ja nem, csak ahogy lenémítottad, Szabi mondta, hogy akkor én is lenémítom a Kriszt. Ja. Mennyi pénzed most van, na? Damn good business. Jaj. Na, hagysz megborotválkozni, Dugi? Hát, lehet róla szó. De tele van a kocsma, srácok. Tehát házas koncert van. Az én lovam, persze, aki ott állt egy helyben. Ő tehet róla. Na. Itt komoly izé lesz. Hallott? Hallott, Krisz? Na? Most mondja Fanni, hogy ő egyedül néz és ő szólogat be nekem. Ja persze. Csak mert nagyon magadra vetted, gondolom írt. Hát nem tudom, hogy nézzünk ki. Nem kell szakál. Ma meguntuk, most valami komoly kacifántos bajszunk lesz. Not bad, not bad. Nézd meg, egyedül a Fanni van bent a izébe. Nem, mert itt a zsombor is egyébként, szóval Fanni butaságokat beszél, meg nekem több nézőt ír. Szóval, nem tudom. Nem feltétlen, aki bent van is néz, szeret csetálni. Én is csak leülök streamen. Úristen! Mi van? Semmi, semmi, semmi. Srácok, mit na, szóltak? Mit szóltak egy ilyen kis vad frizurához? Menjen neki! Tesói, menj, vásárolok. A császás haj. Jó, a haj marad, akkor ahhoz nem nyúlunk. Amúgy is akkor a klasszik ez a ponytail, hogy... Hallod, hogy? Aj. Kell discard. Nem kell borosta. Ó, oh, bazig izé. Imádom. Aj, nem mindig. Ti hol vagytok? Meg kellett volna adnom azt a fia lovat. Hát a zsombor mindig itt volt. Na és zsombornak mi a véleménye? Miről? Inkább... Gonosz vagyok? Ádám, nem kell a nézőknek véleményezni téged. Kíváncsi vagyok a nézőket. Tehát nem is ismert téged, csak hall. Hát amúgy meg a... Hogy akarsz hát a többi néző miből állapít? Ádám, a Fanni írta, de ezt már lezártuk. De tegnap a Danika 004 is írta. Hát is a Fanni volt. Kajak? Jó van. Jó van, Fanninak az összes izét le fogom tiltani. Hétvégén találkozunk, letörlöm a Twitch-et a telefonjára. Az már nagyon komoly személyeskedés. Hol az a hülye ló, amit én... Fanni, Ádám bármit mondasz neki, elhiszi, szóval... Mi szoktuk hülyíteni a srácokkal, néha mondunk dolgokat, Isten... Ja, szoktuk hűteni a srácokkal, komolyan! Hát Dugi, most mondd azt, hogy nem így van.
Hát de... Szeretünk Ádám. Csak nagyon vicces, amikor elhiszel mindent. Mit akartam venni? Nem tudom, de most a lovaddal a fának rohanok. A bosszú. Ezzel a bosszú, mint halálig. Hidegen tálalva. A bajszomat nem tudom bevaxolni, és így meg lenne pöndrítve. Ez menő lenne. Ilyenből venni kell egy párat. De basszus, miért itt vásárolok, amikor szerintem Valentine-ban vagyunk most, ugye? Ugye Valentine-ban vagyunk. Nem. Nem? De. Akkor itt van ilyen izé, orvosságos bót. Ott meg jobb cuccokat is lehet venni. Itt van, úristen. Ugye milyen jó, hogy megemlítettem? A lovat nem lehet eladni, amúgy csak Discordon lehet? Azt hiszem, ja. Nekem nem sikerült legalábbis eladnom. Aha. Egy jó kis pókermes menő lenne, csak a kis csalófiú biztos néznék a streamet. Van benne valami, egyébként nagyon okosan meg van csinálva PS-en, hogyha a partiba vagy, akkor nem tudtok leülni a pókerasztalhoz, hogy nehogy csalás legyen belőle. Már múltkor kipróbáltuk, vagy szerettük volna, de nem jött össze. Ebből van nagyobb is. Szereted a nagyot, Krisz? Ti hallottak, hallottok valakit, aki próbál engem inzultálni? Nem próbálok inzultálni, meg is teszem. Hát, van egy titkos fegyverem. Fanninak majd mondom aztán. Elintéz téged. És meg akar lasszózni. Ádám! Ne nem akarlak. Ne zaklassál. Hopp, itt van valami. Csúnya gonosz ember. Öcsém, olyan lovat vettem, szívbe na, szakad. Mutasd, kíváncsi vagyok. De, what the fuck, beragadtam a... Azért, mert nincs hitve az ajtó. Hát így. Visszazáródott. Most nem tudom, mi a szar van. Nem engedd majd ki a játék, hogy mi a ló. Figyeld, Ádám, beszorult a dugi. De ne engem lasszózz. Mindjárt jön. Már. Mindjárt kijön, azt egyből le is lesz lasszózva. Hallod? Nem tudjuk bentről, kinyílt az ajtó, dugi. De tesó, én már kim vagyok. Ó, de szép ló vagy, úristen. Ú, de gyors vagy. Na, mutasd el lovadat. Nagyon gyors. Az igen. Nézd meg, próbáld ki. Mennyiért vetted? 1200. Eloltottam a lámpást. Srácok, ezt minek nevezitek, ha nem gyerekestek? Na Ádám, ezért írnak ilyen dolgokat rólad. Nézd meg! Hagyjál már békén, Ádám! Istenem! Nem ért a szép szóval a fiatalember. Na, mutasd magad. Milyen szépen fejeztek. Mi lett a neve, dugi? Chimus 2.0. Chimus 2.0 találó név. Nem rossz, paci. Jól néz ki. Nekem a nyereg nagyon tetszik, meg a kantár, ami rajta van. Az ugye a Bounty Hunter-ös. Majd ha meg lesz a Bounty Hunter, én is meg akarom ezt szerezni. Ez néz ki a legkomolyabban szerintem. Miért Bounty Hunter-ből lehet szerezni? Azt hiszem úgy van, hogy a Bounty Hunter-ös rollba tudod kiszedni ezt a én nyerget. Nem tudok. Ja, igen, a nyerget, igen. Nem a lovat. Ja, én azt hiszem a lóról beszélsz. Nem, várjál, a Bounty Hunter-re gondoltam. A Bounty a Hunter-t, ahogy. Nem érjek pisálni, mindjárt. Milyen szépen fejezted ki magad. Most IC vagy OC, dugi? De Ádám, ígyunk valamit. Meghívsz? Most hívjalak meg. Majd leiszed a kocsmába, mennyit most fizetsz. Hú, egy kis magyaró. Nézd, tiszta sár vagyok, hogy nézek ki miatta, még az arcom is saras. Ez egy... És akkor mi van? Daily challenge volt, hogy egyél. Ó, nekem is daily challenge az, hogy... Igyak 5 sört. Szerintem nekem ilyen volt a második lovam. Töcsfej volt a neve, mert egy kis volt.
Mindig ott hagyott a pázban egyébként. Az összes lót lehetne ezek szerint úgy nevezni. Engem is annyiszor hagyott szarva, hogy hihetetlen. Nézzétek meg, milyen saras vagyok. A csodás kalapom, Ádám. Hihetetlen. És integet. Ne integes. Mit kötözködsz amúgy? Most megütnélek. Én nyernék. De hogy te nyernél? Legutóbb én nyertem amúgy. Azért, mert feles volt az életem. Dehogy is, ez fullos volt amúgy, csak mondom. Uh-huh. Akkor élettél. Gondolom. Mit ígyunk? Csak a viszkit. Liter számra. De inzultáld a pultos, mert nem szolgál ki. Hát azért, inzultálom, eleget ittál már, fejezd be. Értsd meg, nem ihatsz többet, megvédelek, a pénzedet ne költsd el. Egyszerűbb, ha feladom. Legalább tiszta lesz a ruhám. Az első ruhám lehet, ez meg volt mostani pedig. Istenem. Én szerettem a többiekről elnevezni a lovamat, azért mostani lovamat Szabinak hívják. Meg hogyha árkozunk ott, és az összes dino, amit én csinálok, az ilyen dugi, csimúsz, ilyenek szoktak lenni. Még egy embert ki kéne üssek, aki... Úristen! Micsoda baleset! Micsoda baleset! Na, ez beszólt neked, Ádám? Na, kész is van a izém. Daily challenge-em. Mindenkinek ugyanaz a daily challenge, nem? Nem tudom, de nekem 7 embert kellett kiüssek. Üst, üst, hopp! Ja. 5 playert kell leütnem. Ja. Bam! Annyira látványosan meg van csinálva a Red Deadbe a verekedés, hogy az hihetetlen, megmondhatatlan egyszerűen. Amúgy akkor nem fognak körözni, hogyha neki futsz mondjuk, vagy ő kezd el először ütni, és akkor te visszaütsz, akkor nem fognak körözni. Mit csinál? Megfogta az arcát, hogy fáj neki. Mi lövöldözés megy itt. Igen? Itt a Danika 04-et jól hallom, te találtad ki. Ő is kapta. Pont olyan Kentucky Saddler volt. Egyszer javja a bank előtt állt. Igen? Így nézett ki? Melyikre? A fehérre gondolsz egyébként, ami itt volt, nem? Vagy melyik? Így nem vagyok tisztában nagyon a lovaknak a típusával, hogy hogy néznek ki. Miért vagyok? Jó. Mehet következő? Az egy player, amelyik ott szalad? Oda nincs. Nem. A foltos. Ő az, ugye? A barna egy fehér foltos. Fullosan néz ki. Tök jó pofa. Én már nem is tudom az illovomat miért vettem meg. Talán azért, mert tetszett, hogy olyan pici. Kis póni. Szereted a picit? Menjünk át valami másik városba. Átmehetünk. Gyere Szabola. Jaj, a kalapom nincs nálam. Nem ez? Ja, nagyon komoly ez a ló. Megvan. Melyik városba menjünk, Dugi? Strawberry. Strawberry? Jaja. Jó, átmehetünk. De várjál, mert nekem még witnessem van. Most már köröznek is. Fitness. Fitnesszel meg, gyorsan lerázom az üldözőimet. Én közben csinálom itt a daily challenge-eket, ezt kapom az aranyat.
Láttad már dugja a bajszomat? Vagy még nem? Ó, Istenem, legyen már vége. Jó fiú vagyok, csak megvertem pár embert. Haj, meg úgy gyorsabb. De már a D betűnél van, már mindjárt meg vagyunk. Hallod, ott maradt a lovam? Trap, trap. Jó eséllyel. Na. Hova megyünk? Ki a poszt tulajdonos? Én, Strawberry. Akkor jelöl. Strawberry. Ja, izével kell, fast travel-lel. De most ezt nem értem, hát miért nem jött ide a lovam? Hol van Strawberry? Ja, tiéd a Red Arabian, vagy valami ilyesmi. Nekem a sztoriban volt Arabianom, de nem szerettem. Inkább a nagyobb, bátrabb lovakat szeretem. Nem tudom, ez olyan kis aranyos, pici, fürge. Nem tudom igazából, majd biztos lesz egy új lovam. Csak hát, minden az anyagi múlik. Lehet igazából farmolnék goldot is arra, hogy vegyek lovat. Mondjuk nem tudom, mennyire éri meg. Meg amik tetszenek. De gyorsan szerettem volna mondani. Vannak azok a lovak, amelyikek egy-egy rollnál lehet kiszedni őket, és nagyon extrásak. Csak el kell érni, azt hiszem, tradernek a maxos szintjét hozzá. Vagy nem is a trader, hanem a moonshiner. Collectornál is jó. Collectornál is. Annál van a izé gypsy ló. És feljöttünk a hegytetőre fütyűrészni. Itt a lovam, mindenre már ló. Gyere, Dugi. Nem értem, hogy miért rakod fel minket ide. Egyszerre egy ember tudok. Ha Dugi megkötöz téged, akkor tudunk húzni. Ja, na. Hol a lovam? Mindjárt meg vagyunk, Dugi. Itt van a lovam, várjál. Árral szembe megyünk. Megvan a lovad? Ádám, a te lovad nincs megvan meg. Már? Gyere, akkor elviszlek. Mit csúszik le a sziklán? Föl tudsz mászni ide, Ádám? Aha. Ez idegesítő, hol a lovam? Nem találom a térképen se. Igaz, nem igaz, öcsém. Nem igaz, nem... Come on, boy! Come on, boy! Na, ott jön. Még a távoli messziségben. Lehet ott ragadt a másik helyen. Gyíte! Gyágó! Na, ezután nem térképet? Nem. Csináljunk egy térképet? Az annyira béna vagyok a kincsvadászatban. Csináltunk. Az hogy kell? Hát ha van egy térképed, akkor megnyitod a térképet, és akkor a térképen kijelöl neked egy pozit, ahol el van ásva valami kincs, vagyis nem elásva van, hanem így egy ládát kell keresned. Ja. Egy nagyobb pozit, és akkor meg kell keresni igazából. Tök változó egyébként, hogy mekkora benne a loot. Általában nagy, valamikor nagyobb. Ja, van, és valamikor még nagyobb. Új, lassan etesd meg a lovat. Még jól bírja. Kis póni. Majdnem leír a lábunk róla. Amúgy ja. Ajaj, megijedt. Ádámot ölt, Ádámot ölt! Te prédád volt, boncolt fel nyugodtan. Hogy ledobott a ló? Kajak, ez milyen rohadt jól néz ki az a ló. Ja, nagyon jó ló. Kis szép. Ja, drága is volt. Ez is ilyen kis póni, ja. Mi? Enyém? Aha. Magasabb a dugéltem hát még. Nézd már meg. Jaj, kicsit magasabb. Meg milyen szteroidos. Bele nyúlt a fiókodba? Ja, amúgy. Még mindig nem jön a lovad, Ádám? Hát valahol nagyon messze van. Ugye mondom. Egy kis pónin lovagolunk ketten. Lehet, hogy összsúlyban ott tartunk, mint a ló.
Adott esetben a Strawberry-ből a lovam. Az király. Ez király ez a ló. Jó vétel volt, mit ne mondjak. Bocsánat, tényleg nekem is kezd a legemenőből. Tesózásban mostantól tárcsázunk. Ojjaj. Dobok TNT-t. Szerintem nem kell TNT-t dobni, elég, hogyha közel mész hozzá, akkor rá tudsz izé plantolni. De az is jól felrobbantgatod őket. Most el kell kapni a sávot. Megijedtem, hogy lelőttem. Nem már! Kapjad, kapjad már, azaz. Fel tud húzni valaki. Hát én pont kötözöm a sávot. Felhúzlak. Csak megölöm a gyereket. Hol vagy? A bujkáj. Itt alattad. Tesó, átléptél rajtam. Tudom, nem téged kerestelek. Ja, kösz. Tök jó, hogy potátó vagyok. Dugi, nagyon sokan vannak itt. Jó, jövök, lövöm őket. Gyere ló! Ja. Ha elviszel innen, te leszel a naphőse Szabola. Várjál, ne menj messzire. Meg mindig nincs itt a lovad? Hát, mondom. Aj, Adam. Szerintem az nem is lesz. Már megvár a bőbe. Amúgy igen. Lusta, lusta jószág. Adok neki egy kekszet. Nem már! Ez így most... jó lesz. Tesó, mennyire menj visszaérte. Nem húztam. Istenem. Tugi hátráltat minket. Gyere Ádám. Hát úgyis. Izé. Hogy ő kell. Hogy őt kell elbaszni. Ne lőd a civilt. Soha nem fog felmenni a izéd. Jóságod. Piros. Már 99%-on van. Igen? Igen. Tesó, jó, ha rossz a Ádám, mert ugye úgy kapjuk meg a heistot majd. Eddig az volt, hogy legyek jó. Feladatok. Ja, azt mondtad neki. Nem csináltuk még meg azokat sem, amiket akkor kapsz, hogyha jó vagy. De eddig azt mondtad, hogy legyen jó. Hát amikor még nem volt rossz. Amúgy esélytelen, hogy rossz legyen, amíg nyomjuk a bounty huntokat, mert ez izomból nyomja fel a jóságot. Most már megcsináljuk a jó küldiket neki, utána már rosszat. Utána nem bounty huntolhat az Ádám, el lesz tiltva. Ja. Milyen kemény ez a csávó itt mögöttem, egy szó leüt engem. Na. Gyere ide, lelövöm. Inkább nem. Inkább Ádámot jó messzire elviszem akkor. Na, most jön a lovam. Na. Hűséges darab. Hűséges. Nem volt kedve kimenni, nem patkoltad meg rendesen, aztán érted, újak a patály, inkább nem használjál őket. Mi ez az izé, autó? Nem akartál használni a gumikat? Vagy mi? Persze. 10 sára lovam, mi a tökömet csinált ez? Ó, Strawberry a leghasználatlanabb halusz, Tumbleweed és Armadillóval egyetemben. Hát igen. Mondjuk van egy küldetés, amikor ide kell jönni, nem? A többi meg annyira nem is... Mondjuk sokkal több mindent lehetne itt csinálni. Nem, a sztoriba szerintem. Ja, igen, sztori, igen. Addig hát még én is eljutottam. Hát Tumbleweed-be meg ugye... Armadillóba...
Csodálom, hogy nem volt semmi. Ugye az inkább Red Dead 1-es map rész. Na most már 100%-on van a becsületem. Összvisz egy küldi van a sztoriban itt. Igen, hát... Jajaj. Lehetett volna sokkal több minden, de amúgy az is igaz, amit a Dugi mondta, hogy az kifullozták már Red Dead 1-be ezt a helyet. Hát jó. Mondjuk szerintem amúgy egy tök jó város. Lehetett volna tényleg valami központi szerepe neki. Tök középen is van. Na, kapjuk el a rossz fiúkat. Gyá. Ádám próbál vicces lenni. Hála az Istennek, hogy téged molesztál. Hát de az előbb ő kapott el engem. Miért ezt mondom? Ugrik egyet és összeesik a gyártól. De jó, rögtön. Na, tudod van az a mondás, hogy a karma nagy. És azt is utálja az összes Red Dead player, hidd el, megvan az okuk rá, csak spoiler lenne. Jó, azt megköszönöm, hogyha nem spoilerezünk, mert akkor... Melyiket? Mit nem szeretnek? Hát a... azt a küldit. Ja, azt én is ja. Mi a tököm? Ezt megérdemelted, ez karma, ez karma. Karma. De miért én vagyok a karma? Hát... Öcsém, csinálni fogok egy izét. Olyan emotikont, ami egy karma lesz, és a fejem is akkor... Ádám, ilyen történik, Ádám, Dugi akkor lesz itt... karma. A Dugi leszedett a lovamról, majd utána én is leszedtem őt, és utána magyarázhatom, amit aztán elbotlott a lovával. Akkor miért ez volt a karma? Mert karma. Jó, azért. Á, Istenem. Na igen, amúgy visszatérve a küldire, ja, amúgy az, hát szeretem azt a küldit, de amit ott kell tenni, azt nem szeretem, mert, na ja. De majd érteni fogod, Krisz. Majd maradjunk annyi, hogy a zöldfülű Krisztusnak ne mondjunk el semmit. Majd esküszöm, elkezdem kijátszani a játékot, még talán streambe is. Ez volt tegnap előtt is. Jó, de... Ugye én is ki akarom játszani újra. Nagyon jó. Annyi minden van, amit csinálni kéne, meg most a napokban nem is volt időm máskor se streamálni, csak így este, mert hogy azzal ment el az időm, hogy próbáltam összerakni a dolgokat, amik nem sikerült valamiért. Vigyázzunk, ne lőjük el a csávót. Hoppá, megöltem egy lovat. Jaj. Elkapom a csávót. Kapd el. Ne. Hé! Hey. Most megkapod a magadét! Hol vannak még? Ja, ott van a kő mögött. Kapta. Gyere már, ló. Gyere, mondom. Tedd az Ádámére, az ott van. Nem, már itt van. Kicsit lassú volt. Itt van a bokorba a lovad. Amúgy. Srácok. Ide vissza kéne jönnünk majd. Melyik fegyót szeretem? Hát ez változó, most mondjuk nagy szerelem ez a dupla lefűrészelt csövi shotgun. Ez elég broken egyébként. Hallod? Így close, meg midrange-re nagyon jó. Távolabbra, pillanat, a bolt action-t használom. Igazából én ezt is szeretem. Főleg, hogy lehet rá jó kis távcsövet tenni, mindjárt meg is mutatom. Mondjad közbe, Dugi. Izé, de vissza kéne jönnünk majd. Jó, visszajövünk. Bánya. Bánya, itt lehet, hogy van valami loot. Akkor én itt maradok addig. Jaj, maradj itt akkor, mindjárt. De köszönöm szépen a kérdést, Timi, egyébként. Ketten is itt maradhattok, igazából. Ja, meg ugye van ilyen jó kis íjam, de hát ez nagyon kihasználatlan. Soha nem sneakizünk a srácokkal valahogy, nem visz rá minket a lélek. De, szoktunk. Hát, ritka. Egy-egy küldetésnél. Ja, hát igen. Ez olyan, mint az új játékban, mert én nem is foglalkoztam azzal, hogy izé sunyuljak bármikor is.
mindig olyanra csináltam a karaktermet, olyan lett a buildje neki, hogy erőből megoldjuk. Na, ne zaklassatok. Kapta a paci, szegény ló. Ádám az ott van fönt. Milyen kedves kis horda jött rám. Most indultam el befele a bányába. Ide kell, vagy... Itt le van zárva ilyen kövekkel, vagy ide kell egy TNT. Hát dobd oda, nem nézd... Dobd oda, nézd meg. Gondolom van TNT. Van, de nem csinált semmit. Ujjaj, beszállt a... lovam. Úgyhogy ez... Ez offos. Offos. Jó, akkor gyere. És miért állt meg? Rágtassá? Azaz. Úristen, tiszta kormos lettem. Reméljük, nem akadunk meg. A ló úgy néz ki, mint Geralt. Nekem mindig a Bolt Action és a Lichfield Repeater volt a kedvenc sztoriban és onlineban is. Pisztolyoknál, meg a Semi Automatic Mauser sztoriban, meg a Scofield Revolver és a Vulcanic pisztoly. Na, közben látta a dugi. Na. A Lichfield Repeater az melyik? Na, nem is mentem rá a repeaterökre, mert volt egy, és az nem tetszett annyira, aztán ez a Bolt Action elragadtam. Na, 0,16 volt. Mert a kövi. 18 dollár. De most nem kövizünk, hanem... térképet csinálunk elvileg. Vagy jaja. Csináljunk egy legendarit. Most már megkaptam. Tudsz indítani egy legendarit? Jajajaja. Egy pillanatot vársz, légy szíves, veszek lőszárt. Baby. Szegény csávó, nagyon rossz helyen állt. Én mondtam, hogy ott nem lesz jó. Na, Witness. Zseniális. Csak egy embert lőttem arrébb is. Ez lett belőle. Öljetek meg. Rossz voltam, megérdemlem. Ugyanezt a skint használom, mint Dugi. Neked is megvan ez a Bounty Hunter-es vizé? Setup. Kicsit gyorsabban is lelőhetnél nekem, mennyit várnom. Give up. Hallod? Pusen. Nem tudok mozogni. Hol vagy? Hát a Bounty-t, tehát én visszaléptem, ki akartam lépni még a Bounty-s tábláról, és semmi nem történik. Meghalt a játék. De nekem is csinálta ezt. Hogy kihasznál olyan ruhát, mint én? Zsombor. De az jó cuccom, úgy jó ruha. Mondjuk én az utolsó ruhát akarom majd megszerezni. Aj, újraindítom, mert... Nem... Na, várjál. Sikerül? Hát, meg tudtam nyomni az options. Nem, egy free roam. Nem. Misclick. Rátok fogok joinot. Ja, akkor most szét is ment a possza, mi? Ja, meg tudod ölni az... Nem. De most, hogy mondtad, szerintem Ádám itt fog kint várni engem, hogy agyon lőjön. Nem, én cinematicba megyek most. Strawberrybe. Ez a shotgun, ez 44-es szinttel fog felnyílni, ez a slug. Oh yeah. Most már lépkedhetnénk azokat a szinteket, mert... Miből? Hát úgy, unblock a... karakterednek a szintje. Hanyas vagy? Hol tudom én ezt megnézni? 36-os. A páva kalap. Ja nem vagyok kis szintű, nem azt mondtam. Adam, te láttad már a bajszomat? Nem, gyere, mutasd meg. Hol vagy?
Itt vagyok bent. Mindjárt odaérek. Jó. Mondom, cinematika jövök, még csak az izétől, bányától. Zseniális szerintem. El lett kapva a stílus. Hallod? Tessék. Azzal kapsz Collectors XP-t, hogyha fölveszed a cuccokat, vagy hogy eladod őket? Szerintem el kell adni őket, vagy nem tudom. Nem tudom, úgy emlékszem, hogy... Zsombor, te vagy a nagy Red Dead szakértő. Hogy kapod a Collectorért az XP-t? Tudok húsit venni nála? Soha nem is néztem még. Gyere. Ja, nem passzolgatjuk el a húsikat. Gyűjtögetésért kapod az XP-t, azt írja Zsombor. Köszi szépen. És a pénzt meggondolom azért, hogy elpasszolod. Ja, persze, az igen. Az eladásért nem kapsz, azt hiszi. Reménykedtem, hogy kapok XP-t azért. Tehát most értél be, Ádám? Ah, itt vagyok. A hídon. Gyere. Itt vagyok. Mit szeretnél? Nézd meg a bajszom. Na jó. Hol lett a szakállad? Levágattam. Szúrt. Tiri tiri. Ez a dagonyázás. Agyon tudlak ütni egy lámpával? Léci, ne próbáljuk meg. Nézzük már meg az milyen. Inkább bejövök a házba. Szépen vagyok, szépen vagyok. Hagyj próbáljam már ki csak egyszer. Csak egyet oda súhintok vele. Adam, jó. Te is kaptál invet. Most kaptam, igen. Gyere. Na. Ha nem akar. Ezek szerint nem látna. Jó. Nem lehet. Nézd meg, én direkt eljövök. Direkt nem is nyomd te szemét. Hogy látsz ilyen? És rúgdos. És nem csinál semmit, csak rúgod. Hát ez mekkora izé? Mind a kettőtöket akartam elütni, nem hiszed el, dugja a naphőse, a naphőse. Igen, megmentettelek véletlenül. Nem, amúgy szerintem meg tudtam volna verni. Dehogy is. Mi ez az erőszak? Még nem támogatjuk az erőszakot pedig. Csak néha meg kell nevelni az Ádámot, mert elkanászolik. Te kanászodsz el, gyere ide! Mindjárt kapsz egy pofont. Istenem. Fejből baszlak a lámpással. Na, babosan. Na. Dugja megmentő, így van. Ezt nem így akartam amúgy. Ez diszkrimináció már, Dugi. Ez kicsit uribb, mint a másik. Meg a másikban melegen van az a baj. Tökre egyébként, bármilyen kabátot választhatok most. Mert azt hiszem van egy ingyenes. A kajak az a zém küldetésem, vagy daily challenge, amit igizzek. Hogy a viharban. Igen? Aha, ötször kell tudni. A mérés azt ja, nekem, hogy öt embert ki kell ütni. Az is jó. 270 dollár. Egy ilyet bevállaljunk, srácok, ez. Miért? Szerintem kiemeli a karakterem személynek a színét. Egy kis cigit. Nem tudom melyik, a kék az menőn néz ki, nem? A rózsaszín se rossz. Cigit hol lehet venni? A provisionnél? Ja, a tobakó, igen. Nem tudom, semmi. Viszont... Maradjunk ennél, hát nem. Hát, ha nem lesz meleg ebbe a karakternek. Spóroltunk 290 dollárt. Mi jól csináljuk. Ja, nem csak 270-et, de mindegy. Vettem egy új kabátot, Dugi.
Figyeld. Ja, kell a lovam. És mi kell ahhoz, hogy ilyen dupla... Ádám, bazeg, de mindig esélye. Szerencséd volt. Szerencséd volt. Ádám, hogy néz ki az új kabátom? Uti. Te vagy a szakértője. Nem néz ki. Nem néz ki, szarú. Ez szerintem jobban néz ki amúgy. Jajjá. Hallod? De nem tudom, csinálj valamit ezzel a bajusszal, vagy legyen neki szakál mellé, mert ez így nem jó non-szakálasan. Én is akarok egy custom outfitet, de nem tudom megvelteni a Bounty Hunter outfitből. Túlgizda. Kell egy szaká. Offhand holster. Kell egy dupla revolverhez. Neked még nincsen más? Hányas szinttől van, Dugi? Ez mi? Mi ez a bug? Az a holsterre gondolsz, amit van rajtam a... Hát mondjuk a lágyékomnál. Lágyékom. Ádám, lépjél már be. El ne indítsd még, Dugi, mert az Ádám még mindig nem lépett be. Bent vagyok. Te nem vagy bent, tesó. Ja, tényleg. Te jó. Akkor légy szíves, küldjél nekem egy invite-ot, mert nem kaptam. Én úgy láttam, hogy nincsenek invite-ok, srácok. Ti láttok invite-ot? Most ő kezdi, érted. Pedig mind a kettőtöknek küldtek. Na, most így. Már jött? Most már jött. Amikor az Ádám vádolt meg a... Mindig te leszem megvádolva, terve fogunk. Indítsd el, már megutálnak minket itt az emberek. Nem, csak az Ádámot megkötelezik. Tudom, mint a kötelező lenne, haha. Aztán megsérül. Hát kikapcsol a tévém. Jaj, de kár lenne. Nem mondok Vajon semmit. Már megy a Legendary Bounty CS-ben. Tesó, felraklak a saját lovadra. NDK-s pornós bajusz. Nem annak lett számma, de annak is elmegy. Leesett a kalapom. Mindjárt visszarakom, nyugodj meg. Adam, mit csinálsz? Felraklak a lovadra. Indítsd már el, Dugi. Hát de le... Eldoblak mindig. Nem tudom, mit csinál. Hallod? Megint bebuggolt. Most hol a kalap? Nekem... Nem tudom, de bebuggolt. Ez komoly. Várjál, kiveszek egy másikat. Ez most valami új dolog a játékban, vagy mi? Szerintem... A... Tölt, és azért nem is tudok kalapot se kivenni. Zseniális. Ja, de most sikerült. Ádám! Nézd meg, ezért kellett megverni. Én se támogatom az erőszakot, de... Ez ilyen kéri a popont. Dugi. De nézd meg, hallod? Azért meg közben nyomom szerintem a break free-t. Opa. Remélem rád rugaló. Sekúj. Lehet püfölni a lovat. Megérdemelted. Szép miért vagy. Rám rugott? Adam, fejezd én már be. Hallod? Halljátok, én átmegyek egy másik szerverre és joinetem, mert nem tudom. Hogy estél el? Itt van, jó alkoholista. Ezt nem találom viccesnek. És át kettő, ezért nagyon meg foglak téged verni. Most láthatatlan vagy számomra. Te is számomra. Hova lettél? Itt vagy. De a kalapodat el tudom hozni. Hozd el. Én reméltem, mikor elkezdtem az online-t, hogy ugyanis a real-time nőne a hajunk plusz szakálunk, mert megértem, miért nincs benne, az lenne a legjobb, ha be lehetne állítani, ha akarnánk, hogy legyen. Igen, az király lenne. Hát, hogyha CD Projekt Red meg tudta csinálni a Witcherbe, akkor csak meg tudnád csinálni, és ezt inkább csak a lustaságok, hogy nem csinálták meg. Mit milyen menő lenne egyébként, hogy a nőne a hajad meg a szakállad a játékba? Ja, hát a, ugye a izében... Toriba, de gondolom a online-ra gondolt, nem? Igen. Toriba nő? Elég... Hogy az online-ba is úgy lenne. Ja. Kioltottam eme lángoló friss életet. Jó, amúgy tényleg simán megcsinálták online. Átmentél már másik szerverre, Dugi? Igen, tölt. 50%-nál tart. Sajnos nincs PS5-öm.
Ezt megvárjuk. Egyeseknek addig nem akarok az Ádám közelbe menni, mert inzultál. Az a helyzet. Gyere, barátkozzunk. De megverlek. Valaki lelőtte a lovomat. Meg is érdemelted. Nem én voltam, de megköszönöm neki. A lovamat nem lehet bántani. De téged igen. Jó van. Jó van, Hunkris. Gyere ide, te pornóbajszos. Pornó, pornó. Joinolhattok, gyertek. De nekem nem küldtél invite-ot. Igen, a Witcherbe is real time nő. Hát joinoljatok, hát nem kell invite. Ez nem így működik. Hát most sajnos így működik. Az a Witcher olyan jó játék, már annyiszor kijátszottam is. Soha nem lehet megunni. A main játékot már szerintem kijátszottam háromszor. És a DLC-ből a... Egyedül a Blood and Wine hiányzik, szerintem még azt nem játszottam ki. De szeretném. Elkezdtem kijátszani. Dugi valamiért. Ja, hogy én nem meghívni akarnak, sorry. Igen, Krisztus, ha olvasnál néha, akkor az sokat segíteni így a... Ó, tudom, gyökér vagyok. Tudom, gyökér vagyok. Én még csak most játszom a Witchert. Hú, nagyon jó játék. Minden óráját megéri én szerintem. Arra figyelj, hogy lehet nézni a neten, vannak mindenféle ruhák, amiket össze tudsz gyűjteni. Azt hiszem a farkas, a griff, meg a medve, talán ezeket lehet gyűjteni, ezeket a szetteket. És a griffet, hogyha fejleszted, az elég baba lesz. Én azt használtam a játékban. Griff? Talán griff, nem vagyok benne biztos. Na, elvileg átjoinoltam hozzá, Dugi, küldesz egy poszta invite-ot, légy szíves. Jaj, persze. Nyomogatom az állatomat. Itt van Mohamed. Meghívlak. Leköteleztél. Na, megküldtem mind a kettőtöknek. Meg is érkezett. Remélem Ádámnak is. Itt van, itt van. Csak gondoltam előbb. Letépem a lóról a Kriszt. Tipik Ádám. De nekem annyira fura a kombat. Hát igen, egyébként az egy külön műfaj. De igazából ez a legtöbb játéknál így van, hogy... Én nem tudom mondjuk. Annyira talán én sem szerettem a Witchernek a kombatját, de még lenyelhető volt szerintem. Ahhoz képest, hogy egy hány éves játék van. Azt mondod, Krisz. Rossz az, aki rosszra gondol. Nem gondolok semmire. Feltételezek. Amúgy a repülő madárkesei szörnyű fejével lehet valamit kezdeni, mert már mióta ott lók keszegen, úgy tudom, hogy vannak ilyen boostok, amiket ad. Ha belemész az inventoriába a játéknak, inventori, ahol az itemek vannak, és tudod magadnál állítani a cuccokat, ott van a keszegnél, hogy meg tudod változtatni a nyergen, hogy mit használ. Azt hiszem, hogy ez egyébként loot boost, talán azt csinálja az a fej. Szóval ilyen booster, de mindegyik szörny, amit levadászol, és ha fel tudod le tudod vágni a fejét, és fel tudod rakni, az másmilyen boostot ad a játékban. Dugi, ez mi, amit indítottál? Van a szomány, ami staminát boostol. Legendary Bounty. Yukon Nick. Yukon Nick. Ilyen szúrósak a szemei. Nem tudom. Ez a medvés csávó. Nem, ez egy másik medvés csávó. Nem, az a farkasos, akire én gondoltam. Vagyis, akire most... Értem, köszönöm. Tudom, nincs mit, ezért vagyok. Ha valamit tudok, akkor szívesen segítek. Ezután én lehet amúgy... megyek. Utána akkor Dugi kereshetnénk még egy kincset. Ja. Ahogy magamat ismerem, 3-4 óráig fogom keresni azon a kis területen, hogy hol van.
Milyen vicces. Jaja, vicces csávó. Öt vicces csávó. Meg lesz cipőzve. Meg lesz cipőzve. Még lesz cipőzve. Tudok egy potion. Én is. Nem is itt vannak a potionek, mi? Hanem itt fönt. Szí. Amatőr. Mindenki hát igazából elég kiszabadítani a medvét, tiszta Far Cry. De nem öli meg a izét, a bounty-t, hogyha megölöd a medvét, és kiszabadítod a medvét. Na ja, nem tudom, szólt. Vagy meghalt. Thailand-be toljuk. Ha, Ádám már. De nekem nincsen izém íjam, szóval én tolhatom Silent-be. Nem tudom, én ezt... Igen, ő a elég lett volna a medvét, tényleg már csávó bent van a házba. Hát még rálőhetsz a medve ketrecére, aztán. Csak nehogy ránk szaladjon. Addigra kiírtunk mindenkit. Ahogy el. Hopp, azt kapta. Azt kapta. Kiszabadult, most engedtem ki. Több medve most... is van. Uha. Csak nehogy nekünk is nekünk essen. Két medve van. Most jön ki a csávó. Úszom, hogy szaladnak a medvék. Milyen kis menő horgászsítják. Jaj, ezt vettem fel! Nem is néztem! Azt hittem, a tollast van rajta. Tök jó, teljesen jó, nekem is tetszik. Ne! Mi? Én az alsót lőttem el! Ki lőtte? Istenem! Hozom a lovat, tegyük rá a hullát. Ádám, te közben takarítasz itt? Már sokan jöttek. Jaj. Gyere, dob fel rám, Bugi. Isten, mi ez a laggos szar amúgy? De... Megint átmegyek a falon! Interesting. Megtokkolottál? Aha, feladjam. Ne! Gyorsan dugi, mentsük meg Ádámot? Na, már mindegy. Akkor mindegy. Na, akkor menjünk innen. Úton vagy? Aha. Úgyis engem üldöznek, mert nálam van a hullasszem. Jó, ezt a kalapot már is megváltoztatjuk, mert nem. Nézd meg, a kalap a legfontosabb. Az. Így van. Na, megvan a tollas. Ja. Bírom amúgy ezeket a küldi közben, ezeket a zenéket. Jaja. Jó. Olyan, tényleg ilyen vadnyugat feeling. Hát érdekes lenne, ha dubstep menne. Jó, nem így gondoltam, tesó. Te is tudod, hogy nem erre gondoltam. Jaj, tudom. Nem hiszem, hogy meghalt. Kik a bajusz? És azt mondta, hogy nem jó az a bajusz. Kicsit franciás beütésem is van így. Ez a pozsák kumpé? Ui. Poisson. Poisson. Baguette.
Ja. A Moonshine-ért el eltanultad a francia nyelvet. Tényleg, amúgy lehet azért lett ilyen baj, szóval megtetszett, elirigyeltem tőle. Ja. Holy shit. Ja, nem is, ezt se szabad mondani, nem szabad. Ja, amúgy azt a horgászcsutyakot még akkor vettem, amikor egyszer Ákos el elmentünk horgászni. Igen. Mondom, veszek egy horgászcsutyakot, vagy ízi sapkát hozzá. Jégek. Én azért nem szeretem az online zenét, mert a sztoriban a legjobb zenéket használja, csak sokkal gyengébb mixben. Ó, Istenem, új. Hát mi semmit az? Nem kaptam. Hát semmit nem kaptam. 14 dollárt kaptam. Mondom, te is, nem? Hát meghalt a csávó, mit vártál? Hát de még többet szoktunk kapni, akkor is. Nem szoktunk ilyen keveset kapni. Nem volt ez egy olyan nehéz dolog szerintem, hogy... Hát ki tudja. Mindegy. Nézzem a izét. A... Mi a neve ennek? Most már megjegyzem a nevét. Cavalier. Bár ha jól mondom ki. Meg kéne találni majd a cigányasszonyt. Nem tart sokba, elmáltunk. Tesó, itt van mellett. Moonshiner Story küldiket megcsináltátok? Én már megcsináltam, én direkt azért vettem meg a Moonshinert, mert ugye amikor kijátszottuk annó a sztorinak a küldjeit, viszont ki fogjuk játszani streambe is, mert Ádám még például nem játszott neki, és ő is kíváncsi rá. Na szóval... Köszönjük meg, beleszólt, értem. Akarsz olvasni a cseten inkább te? Nyugodtan. Miki? Hát te. Most szívesen. Mert hogy nektek is szabad. Előttem van megnyitva is, láttam. Na szóval, azt akartam ugye mondani, hogy a... Mi már kijátszottak a Moonshiner, de hogy még egyszer ki lesz játszva, mert az Ádám miatt is. Meg így legalább meg lesz neki 100%-osan a sztori. Amikor először játszottuk, nem tudtuk, hogy van ilyen Moonshinernek külön sztoria. Csak kijátszottuk ugye a sztorit, és azt láttuk, hogy, hogy a story missionök ugye nincsenek 100%-on. És azt hittük ugye a bankos küldi után, hogy hú, akkor biztos még jönni fog valami, vagy tudja a fene. Aztán ugye utána néztem, és akkor láttam, hogy a Moonshinernél adja. Vagy talán Dugi nézett utána, már nem is tudom. Valahogy így volt. Amúgy én most nem feltétlenül, ne feltétlenül kértek utána, mert én a Treasure Map-et nézem, és nem biztos, hogy ugyanazt adja be nektek. De most Treasure-t csinál? Azt hittem az asszonyhoz mész. Nem, először ezt meg akarom csinálni, és ja, értem. Na, akkor én is nyitok egy Treasure Map-et. Én a Burnt Down Town-hoz megyek. Ez melyik részem van a Treasure? Úristen, nekem hol van? Rohadt messze van. Ezt felvettem. Collectors. Itt van, Treasure Map. Mutasd magad. Úgyhogy ez nekem már csak majd legközelebbre marad. De izgalmas, kincset keresünk. Nekem egész föl kell mennem a havasba. Vagy az még nem a havas rész? A... Szerintem tudom melyikről beszélsz. A Wapiti Indian Reservátumhoz. Te is oda mész? Hát, mindjárt megcsinálom először ezt. Ó, és hát, srácok. Jó itt vágyat a tömőhöz. Jó itt vágyat. Hát, nem is találtam. Te mázista vagy, fogadni mernék, hogy én ott felmegyek a másikba, és lehet már cseten itt fogják írni, hogy ott van, én meg mindig nem láttunk már. Jó, mondjuk itt nem volt nehéz megtalálni. Nézzük, hogy kaptam belőle. Én is már három treasure-t csináltam, abból lett meg a VIP Bounty. Az komoly. Nekem bezeg. Egy darabot ad. Nem is tudom, na, mit miért. Kaptál, Dugi? 1,1 aranyat és 150 dodót. Az nice. Remélem, mit lesz nálam, hogyha megtalálom a Big Money. Találnék valami két aranyat. A
kontroller rezgése érzékelteti, mennyire vagy közel. Ezt nem tudtam, komolyan. Mindig úgy kerestem, hogy csak kerestem ugye a csillogást a... Kéne nézem, egy egyszerűbb lenne, hogyha legközelebb. Na, Krisz, akarsz amúgy még valamit, vagy... Mire gondolsz? Mármint akarsz még valami küldit nyomni a streambe? Hát nem tudom, most a treasure-t elhozzuk a dugival, aztán utána még vagy nincs kedved már játszani? Ja, hát én lehet lassan. Ja, hát ha mennél, akkor menjél nyugodtan, Ádámom. Hallod, Krisz? Tessék. 5 ingyenes játék jön PS-re majd. Igen? 25-e után a Play at Home szektorból. De hogy abba a hónapba dobnak ki 5-öt? Aha. És még azon felül lesz még PS-20-as játék is elvileg. Azt tudom, igen, hát az... Nagyon komoly, úristen. Ja tényleg, srácok, hogyha valaki nem látta még, ugye most akinek van PS-e természetesen, ez a Play at Home keretein belül, ebben a hónapban például azt hiszem a Ratchet & Clank ingyenes. Szóval... Le lehet rá csapni. Ja, nagyon szerettem én is, csak már... az Uncharted Collection volt. Igen. Most is van Uncharted 4, azt hiszem. Most? Hát mindjárt mondom, hogy PS5 Collection-ben mik vannak. De nem PS5 Collection-ben beszélünk, hanem PS a Collection. Play at Home-ba. Ja. A PS Collection az PS4-eseknél nincsen? Ja, az csak PS5-eseknek van. De azt el tudom mondani, mi van abban. Ja, persze, elmondhatod. Hova kell mennem, mondom, felod a indián rezervátum mellé. Tesó, nekem is oda kell mennem. De már. Hallod, megvárom, hogy megtaláld. Nem lesz egy kötő. Mert így tudom, hogy én megtalálom hamarabb, és akkor utána már te nem találod meg. Tudod, mit segítek megtalálni. Ha megtalálom, akkor szólok. Ha megtalálod, fölveszed. Az jó lenne, mert tudod, hogy vaksi vagyok. Tudom, hogy egy vaksi vagy. De az is találhat szemet. Csak a szólások és közmondások. Mit mondasz? Öcsémmel beszélek. Ja. Na jó van, srácok. Jó legyél, Adám. Vigyázz magadra. Viszont én megyek. Elköszönök mindenkitől. Köszönöm a mai lehetőséget. Aztán majd akkor holnap. Így van. Lesz valami. Ja. Nem mered megvenni a Medrunnert? Hát nem. Nem jött be amúgy a streamek alapján. Akkor nekem tetszett. Azt hittem, hogy te bírod az ilyen. Nem tudom. Hát bírom az autós játékokat amúgy nagyon, de ez nem, valahogy nem jött be. Ez a mindenen keresztül, meg ilyen régi UAZ, meg mit tudom én mikkel. Hát, jaj, nem láttam. Valentine-ból el lehet fast travel-ozni Vapiti-be. Ó, a fenébe. Na mindegy, ez egy lovaglás lesz. Hát már mindegy. Mondom, hogy vaksi vagyok. Ne haragudj. Csak bele voltam szerelmesedve a tájba, aztán annyira néztem. Na jó van. Akkor ciao. Szia Ádám, további jó éjszakát. Üzeni neked Zsombor. Nektek is. Ciao. Szia. Dia. Nincsen valami izém? Vagy ezt nem itt kéne lennie? Ez nem lóhoz van. Nem. Vagy az máshol van a lovas cucc? Jó, mindegy. Stamina boost most nem lenne rossz a lóhoz. Hú, amúgy milyen menő néz ki, hogy elázik a kabátom. Mondjuk... Ázott kabát, mindig jó.
Ádám vagy Dugi játszotta ki a sztorit. Ádám játszotta ki a... Nem, Dugi játszotta ki a sztorit, Ádám még nem játszotta ki. Ádám eddig Xboxos volt, és átcsapódott hozzánk PS-re. Aztán most akarja majd a Red Dead-et kijátszani. Vagyis hát már játszogatja, csak mérséklettel ugye, ahogy éppen az idője engedi meló mellett. Te fast travel-öztél oda, Dugi? Nem. Hova jöttem. Elvileg oda át lehet fast travel. Visszafelé viszont fast travel-ezünk. Tesó, nagyon nagy ez a hely. Most értem ide. De van egy tippem, hogy hol lehet. Na szóval, nyomom a fókuszt. Papiti is egy lényeges hely volt sztoriban. Mi volt lényeges hely sztoriban? Papiti. Ez az indián rezervátum, ami itt van. Ja, igen. Igen, emlékszem. Ja. Pont ahol fast travel. Figyeld a rezgést. Ezt, hogyha nem használom a képességet és csak a kontrollert fogom, akkor is elkezd rezegni, hogyha közelébe vagyok. Nekem sose rezget. Lehet a settingsbe be kéne állítani valami ilyesmit. Ha látnám. Akkor is rezeg. Minél erősebben rezeg, annál közelebb vagy. Per pillanat nem is rezeg a kontrollerem. De nekem sosem rezeg. Én nem tudom, hogy figyeltem, ahogy rezeg. Szerintem én csak nem figyeltem. Ez már kint van a szélén. Itt, ahol én vagyok fent a hegyen, nincs. De! Lástél? Nem, majdnem. Túlfutott a lovam majdnem. Kínos lett volna, nem? Azt mondod? Ja. Tehát a lóval keresed? Persze. Gyorsabb. De tényleg nincs egy ilyen beállítás, hogy ha rezeg akkor? Vagyis hogy beletajtani, hogy rezegjen a kincseknél? Én nem tudom. Nem tudok lóval. Treasure nem lehet a víz alatt? Ó, érzem, rezeg. Aha. De mit állítottál be? Semmit. Csak a már nekem nem volt ilyen. Soha. Szerintem ott a túlparton lesz. Víz alá nem lehet bemenni? De be lehet menni. Hogy kell lebukni a víz alá, Dugi? Nem tudom, nem lehet a víz alá lebukni. Nem lehet lemenni a víz alá? Tesó megvan, gyere. Jövök. Látom. Amúgy látom. Sejtettem, hogy ott lesz a nálkámtnél. Nem érzed, hogy rezeg a kontrollered? Meg nem. Fogok fulladni. Nem rezeg nekem. Ajaj. Pedig én... Na, kijutunk. Jó. Majdnem megfulladtam. Nem. Neked ezt mutatja, Dugi? Aha. Nekem nem ez az. Ja, akkor, nincs itt. Akkor kikapom, hát a só. De a vízbe viszont rezgált. Hát nem hiszem, hogy vízbe. De itt már nem rezeg. Tesó, nézd, nézd. Tudod, hol lehet? Nézd, hogy merre nézek. Ott. Fönt a hegyen? Igen, ott fönt, az még benne van, lehet, hogy ott van neked. Hát ide a lovat. Elkobzom. Kiégek, hogy én még mindig hamarabb megtaláltam. Akkor túlpart. Ja, hát amúgy ez tipik én. Átúsztál lóval a vizen, vagy hogy mentél? Persze, de amúgy nem nézik megtalálni. Hamar meg lehet csinálni. Hát ennél még csak sokkal rosszabb helyeken voltam. Persze. Ó, hat aranyom van. Hát sajnos nem tudok segíteni. Dugi megtalált két térképet annyi idő alatt, amíg én ideért... Itt lesz.
Itt van. Ó, hát tesó, én tök a jó. béremben van. Tényleg éreztem, hogy rezeg. Köszi zsombor, ezt nem is tudtam. Meg nem is Ott van. figyeltem soha. Ott van. Aha. Jaj. Tesó. Majdnem 2 gold, 100 dollár. Tesó, megvan a madám. Ja, tudom, itt van. Mutatja a térkép. Hallod? Fölötte van egy kártya. Menjünk már oda majd. Igen? Aha, be is jelöltem. Menjünk ott a telovadon. Jó, te vezetsz. Nem, te vezetsz. Ja jó, mondjuk bandolnom kell vele, szóval... Mi csinálni? Bandolnom kell vele. Tudod, hogy jobb kapcsolatom legyen a lóval. Ja igen. Hát barátkozzál vele össze rendes. Jajaj. Nem akarom az első utamon összetörni a lovadat, Dugi. Nem baj. Jó az neki, tapasztaltabb lesz. De nem bántottam. Jó, nagyon szép ez a ló. Már vi előre. De nagyon furán nézel ki. Ezzel a kalappal. Nem tetszik? Szerintem full menő az új karakter. Jó, amúgy. Szakadtan. Olyan úri lett. Jaj. De só, amúgy sokkal jobb így keresni a kártyákat. Hogy? Ja, hát, hogy van értelme? Látod. Hát van értelme így. Igen. Meg látod is ugye a térképen, hogyha megbeszél Milyen... ugye a térképeket. Szolidan fogom a Duginak az oldalát. Hát... Nem merem nagyon átkarolni. Tudod, hogy homofób vagyok. Egyébként nem ajánlom, hogy vegyetek térképet Madame-tól, van egy nagyon jó oldal neten, ahol mindegyik collectéből ott van a mappon. Ó, hát ha ezt tegnap mondod, akkor nem költem el a tegnapi stream elején a cash-t az összes térképre. Nem volt olyan vészes, meg volt egy csomó gemparácsok. Nem volt olyan sok, nem került olyan sokba szerintem. Nem volt vészes egyébként árba. Ennyit kidobok érte. De amúgy a... azt se rossz amúgy. Aztán ezután megyünk a madámhoz. Ezután megyünk a madámhoz, úgy legyen. Lehet nekem ezt be kéne aktiválnom ezt a térképet? Nem hiszem. De valószínűleg a házban lesz. Vagy még. Ja, biztos, hogy itt lesz benn. Nézzük meg. Hol máshol lehet érted? Jaj, bocs. Majd láda. Kicsit medical box. A jó kis Kentucky whisky. Velünk jön. Mi a szél? Ja, csak a Eagle Visionben van. De nem, még itt is. Nem tudom felvenni. Lehet, hogy tele vagyok belőle. Tugi, van hajzsali. Puskaolaja. Szekrénybe. Ha nem, el tudod rakni, akkor kapd el. Amúgy, nem vettem ki, nem vettem ki, ott van benne. Ja. Mondom, tele vagyok belőle. Jaj. Melyikbe? Itt? A nagy szekrénybe. Á, látom. Mi ez a hang? Jaj! Kösz. Én is ezt nézem. Az ilyen kártyáknál stb. Is rezeg a... Amúgy érzem, hogy rezeg a kontroller, igen. Akartam is mondani. Nem érzed, Dugi, hogy rezeg a kontrollered? Nem. De akkor ez a hang, ez ahhoz van? Lehet. Azért hallom. Nem tudom. De itt lesz, ebben van, szerintem. Mibá? Ebben a ládában. Ja, fönt vagy? Itt van, igen, hangja is van, ez az a fura hang. Te is fel tudod venni? Biztos fel tudom. Várjál, már van még. Ha, meg is van.
Tesó, itt van a széken is egy. Igen. Érzem, hogy még rezeg a kontrál. Várjál. Ja. Igen, a hang is ahhoz van, de rezegnie is kell. Rezegni nem rezget nekem. Viszont nem csak kártyát vettünk fel, hanem valami más. Itt van a széken. A székben, aha. Hogy ez tetszik. Igen, ez menő cucc. Put away. Na. Menjünk a madamhoz. Mi van a PS5-tel? Dugi. Nem én voltam, csak mentem előre. Gondolt egyet. Tudod. Mennyi aranyod van? Most 4.22. Az jó. Neked? 6. Az komoly. Jó, hát akinek ennyi térképet ad a játék, érted? De elhalmaz térképekkel. Amúgy tényleg nem értem, hogy volt nekem ennyi. Mázista vagy. Ilyen egyszerű. Most a madámhoz megyünk? Csak ugye itt a hegy oldalon nem akartam lemenni. Lehet a Duginek a bájtásaiban van valami kikapcsolva. Nem is érzed a rezgést? Nem is érezted egyáltalán? Lehet, hogy régen a másik appomon állítottam be a dolgokat, szóval nem, szerintem itt nem állítottam be semmit. Amúgy mi nem PS5-ről játszunk, csak Ádám. Ja, meg a Szabi, igen. Mi még 4-nél tartunk. Le vagyunk maradva. Már megrendeltem, csak hát mire megjön. Egy ember öltő múlva. De meg is van neked a pénzre? Micsoda? Igen, félretettem meg. Szerintem nekem már ilyen ősszel lesz kötön. Nem a Dugi játszik ötön. Ádám játszik. Pár ötön játszanék. Ez egy bug Dugi, úgy játsza, mint a PS5-öt lenne, ha? Hát, köszönöm szépen. Bezeg az Ádámot meg izé, teszolják. Irigyellek. Csak a digitális változatát rendeltem meg, mondjuk nem mint a használnék CD-be bármilyen játékot is. Na és akkor itt a madámnál most zsombor rá kéne adnom a cuccaimat, amik itt vannak. Én mindent eladok. És így lehet farmolni a pénzt. Aha, tök jól adja a pénzt érte. De ilyenkor újra spannol vagy mi? Fogalmam sincs. Hülyeség lenne szerintem. Én még megvárom a mentori alátámasztást. Yeah. Tesó, mindjárt visszakapom az összes pénzt, amit elköltöttem a lóra. Igen? Mindjárt ezer dodónál vagyok. Mi a fene? Nincs valamilyen gomb, hogy mindent eladjon? Mert hogy... Hószöneket is eladja, és amúgy ezek nem rosszak. Újra spónol, csak nem egyből, Dugi. Ja, hát ezt gondoltam, ja. Ezek a kártyák jól adnak. Ilyen kedves hölgy, ez egy végtelen pénzbánya. Már eladtam egy csomó potiont, szóval... Pedig ezek elég jó potionek. Ez a baj, sajnos kis szinti vagyok még. Van belőle 4 és 29 dollárt ad. Nagyon lassan adja el sajnos. Még jó, hogy nem gyűjtöttem fel belőle még többet, akkor itt lennénk fél óráig eladogatni a cuccokat. 1078 dollárnál vagyok. Ahogy látom, neked sokkal gyorsabb, mint nekem. Hát nem tudom, elég gyorsan nyomogattam az X-et. Lehet, hogy tudok valamit.
megvan már begyakorolt új technika. Megerősödött a hüvelykúja, mint a gorilláknak. Közelben van még kettő kártya a location, én ezt megcsinálom szerintem. Jövök veled. Ó, izébe kell menni, Valentine-ba. Nosza, megpödröm a bajszom is mehetünk. Iszok egy kortyot. Nagyon jól teszed, én meg megnézem ezt a snuszt már, amit pihen. De 3 percig tölt, vagy most nagy zóval mondtál egy számot. Te is PS-re játszol, nem Zsombor? PS4-elje. Hát nem tudom. Igazából. Én pedig nagyon sokszor szívom a PS-emet, hogy évekig tölt. Például, ha warzone-ozok, kimegyek a menübe, mert például kidob a party, vissza tudjak lépni a partyba, eltelnek percek konkrétan. Míg így felfogja a PS, hogy hát most nem warzone-ba vagyunk, hanem kint a menübe. De hát már hány éves? Már nem mai. És hála az Istennek soha nem volt semmi problémája, és egy forintot nem kellett ráköltenem ilyesmit érem. Na ja, nekem meg rávágtam az asztalra, de tud. PS. Aztán annyi volt a ventilátornak. Jó, hát én nem szoktam nagyon csapkodni. Nem, én azóta nem ütögetek semmit, úgy. Inkább csak szitkozódok, de magamba nem. Szigorúan. Most már szitkozódni se tudsz. Nem, csak neked van olyan hangja, mint a repülőgépnek. Az enyém is olyan sugárhajtómű van benne. Hallottad volna, amikor a dugének rossz volt a ventilátorja, milyen hangokat adott ki? Na, az nagyon durva volt. Az tényleg olyan volt, mint egy Boeing, amikor felszáll. Az nagyon durva volt, ja. Non-stop úgy ment. Nagyon szar volt. Leesett a polcról? Szerencsére nem lett akkor baja. Hogy esett le a polcról? Úristen, az kemény. Rárugott egyet. Idegébe. Zsombor ideges volt, valami felbosszantotta biztos. Só, itt lesz a városban. Figyelem a rezgést. Hol kezdjük el? Várjál, nekem ezt lehet el kéne indítanom, mert nem látok is semmit. Ja, indítsd el, ja. Kártyákat. Kártyákat? Ja, kártyákat kell. Én eladtam a kártyáimat. De izé, map. A mapot tesod. Kártya map. Collector's map. Most minden... Mindegyiket is elindítom. Biztos, ami biztos. Tojásokat most nem keresünk. Na. Szerepelni akar a streambe. Nem lehetsz benne. A hotelben nézd meg, Dugi, azt mondja a Zsombor. Igen. Nézem is. Hangot egyelőre nem hall. Most ezek már be vannak aktiválva nekem, vagy? Melyik egyáltalán? Ja, tarot. Azok tarot kártyákat kell gyűjteni, ha. Segítség. Most az állnám be van aktiválva? Ja, vagy ki kell aktiválnom a tojásosat is ezt beaktiválni? És ha ki kell aktiválnom, azt hogy teszem meg? Ja, elég csak simán userelnem, és akkor kicseréli. Szerintem egy helyen lesznek majd. Melyik a hotel? Ja, itt a hotel mellettem.
Nagyon figyelem a Ez a rezgéseket. bejelző, ugye? Figyelem a... mutatja. De nem rezeg a kontrollerem, szóval lehet nem a hotelben lesz. Szerintem nem veszük. Kimegyek a vasútállomás felé, Dugi. Jó. Nézem a kocsmába, de az baj, hallani nem tudom annyi. Lehet a földszinten van a fürdőn, nem kéne rezegni a kontrollernek hozzá? Jaj. Csúszós a padló, vigyázz. Szoba. A fürdőbe nem enged be. Nagyon nagy helyen kell, lehet... Ja, nem baj, nem baj. Keressük. Most én még ennyit se tudnék mondani, szóval nem tartott sokban megnézni. Akkor nem a hotel lesz. Megnézem nagyon a szélén. Házikó. Hey, look out! Amúgy nagyon nagy területen kell keresni. Nem rezeg a kontroller. De! Megvan? Lehet csak megbotlott a karakter, előbb rezgett egy pillanatra. Nem, itt nincs rezgés. Hangot se hallasz. Nem. Izé, ugye fának a törzsébe, vagy tövébe. Elvileg. Egy másik kocsma. Ó, itt van tesó valahol. Kocsmába. Megvan. Gyere. Basszus. Akkor jól éreztem, hogy rezgett egyet. Rasztalom van, de még van. Ja, most tényleg rezeg itt. Hogy egész közel kell jönni hozzá, hogy rezegjen. Hallom a másikat is. Hol van? Az asztalon. Ja, I see. A sheriffnél is lehet, azt mondja a zsombor. Ezt is megnézzük. Yeah. Menők ezek a kártyák. Ja. Jó, hát ez amúgy ez tök jó, hogy így lehet keresgélni a dolgokat. Kis csillás. Hát, ja, meg nem ugyanazt csinálják, aha, mert érted, ez egyfajtában a bounty. Hallom. Van. Lesz a sheriffnél. Most nem hallom. Itt lesz kint valahol. Hallom. Hiszem tetőn. Fent van szint. Megvan tesó. Hol van? Ja nem, mégsem. De megvan. Itt van. Fölmásztál? Aha. Hogy másztál fel? Hát a... nézd, egy kis... kis... tüzébe, tárolóba. Megvan. Király, köszi zsombor. Paukember, ja kösz. Körésre nem gondoltam. Megcsináljuk még ezt itt messze? Nagyon messze, közel. Megcsinálhatjuk, persze. És itt van egy köpésre, akkor... Iszok egy kortyot. Mi van az ott, anya? Nem is hiszem el. Nagyon jó.
Ja, itt vagy. Hogy jó, hogy nem csak én vettem meg a kollektor. Jobb így együtt. Meg még ott van a város déli részén, a pajtáknál is van valami asszám. Aha. Majd a Valentine-ba? Igen, gondolom. Lecsekolhatjuk akkor. De nekem már nem jelezett ott nem, semmit az, a... Nem, akkor nem kártya lesz, hanem valami más. Pajta második emeletén, lecsekkoljuk utána. Olyan, majd visszamegyünk. Ezt a kevés kártyát nem fogom eladni a nőnek. Na, dugi. Mondjad. Már itt is szól. Én mindig 3-4 óra gyűjtöget és után szoktam eladni a cuccokat. Hát amúgy igen, úgy már van értelme neki. Ja, hát igen. Nekem itt nem jelez semmi, dugi, vagy az nem kártya? De ez kártya. Itt van nem valahol, mutatja hallom. Itt. Itt van bent a budin. De itt van, hallom. Itt van a budin? A fújott a kula. Gyereki, használnom kell a WC-t. Hol van? Ott van bent. Ja, látom. Külőkén. De soha itt van valami más is, hallom a házba. Király. Mondtam, az emeleten lesz. Ja. Rezeg a kontroller. Kezdve lesz. Szerintem itt lesz bent. Most nem rezeg annyira aktívan. Fixentető. Már nem tudom, hogy hol kell felmászni. Nem, ez itt lesz lent, tehát itt jobban rezeg. Vagy nem? Jó, fixen tető. Igen? Ja, csak nem tudom, hogy mász, hogy mit kell. Na igen. De, így. Parkour, dugi in the house. Engem nem enged mászni, gyerünk. Miért? Ez most 3-4 óra lesz, míg felmászunk. Na, ja, nem itt van. Király. Hol van? Jaj, berúgtam az ablakot. Akkor mégis lent lesz. Ezt a házat kellett Hozéval kirabolni sztoriban. Ott volt egy kártya a földszinten a konyhában. Kösz, kösz. És én már nem is emlékszem, hogy ezt ki kellett rabolni. Baksi vagyok, szóljátok, ha láttok. Szerintem itt lesz valahol. Itt van, hallod, és nem vettem észre. Hol van? A ládába. De nem. Tényleg. Vaki. Gondolom, ez alatt van. Megvan. Akarsz még keresni valamit? Gondoltam amúgy, hogy ott van lent, mondtam, hogy itt nagyon rezeg. Nézek egy térképet. Melyiket akarod? Kijelöltem egyre. Hol a lovad? Várjál most, hol? De várjál, melyik legyen? Csak felszállsz meg én a lovadra, és akkor oda viszlek.
Hát csak gondoltam, kijelölöm én is. Nekem például ezt a jelölést nem mutatta, amit... Mármint, hogy nem úgy mondom, hanem ezt a kártyát... Leszállsz, mert én vezetek akkor. Csak megnézem, milyen a lovat hátulja. Király volt. Nagy paci. Nem, itt egy köpésre. Szóval azt akartam mondani egyéb... Ó, szegény róka. Róka koma. Minden által átmegyek. Nem, a szarvason nem megyek át. Nem látom, hogy hol van, de nem megyek át rajta. De nagyon azt akarja pedig. Na, ebbe a városba, vagyis ennél a gyárterületnél is lesz valami. Hallom. Aha, én is. Vagy ez nem az volt? Ja, nem, ahogy lemásztál, nem volt. Kassó, itt nem tudom, hogy milyen... Kártya. Távolságból lehet. Ez kártya? Megnézem hátra. Adja. Előbbzőnél is hallottam a hangokat, amikor kerestük. Szóval... Pedig nekem nem jelölt ott a map. Ja, de nekem már nincs is térképem hozzá. De neked is itt lesz, mert nekem is itt lesz. Hát itt kb. Az gyártelet. És itt voltam... És itt is voltam sztoriban. Elég sok minden történik az olajgyárban. Ja, ja. Amúgy rendes megjött a kedvem a sztorit is kijátszani. Istenem. Jó, valamikor kijátszom. Sőt, streamben kijátszom. Hány óra a játék egyébként? Sok. Sok? 40 óra biztos. Akkor sok stream lesz. Kajolok. Olyan kéne, ami jó lesz. Legjobb küldít volt chapter 6 végén. Az egyik legjobb. Ezekben nem lehet bemenni. Viszont az irodát. Nem siet el a sztorit úgy 60 plusz. Az vad? Nem baj, amúgy szerettem, hogyha egy játék hosszú ideig tart. Witchert is azért szerettem. Mert annyira el lehetett benne tökölni mindenfélével. Szemét kígyó megmart. Gyere csak ide. Le is esett a kalapom. Itt egész kint a mezőn is lehet. Mi ez a hang? Bivinyó. Hangyó lent, tesó, és ahol én vagyok, hallod? Meg tudod nézni a térképen, hogy ahol én vagyok, itt látni. Nézem. Te már mappon kívül vagy, tesó, a vasat is innig menjél. Ah, jó. Egy torony tetején? Mondjuk az a torony, ami ott van? Megnézzük a tornyokat. Dugit felmász az egyik torony, mert én felmegyek a másikba. Köszi, Zsombor. Ja, amúgy ez logikus. Hát hallani, nem hallani. Nem vagyok egy nagy parkűr állat, nem tudom, hogy ide hogy lehetne felmászni. Nálad van? Jövök. De nézd meg, hát ott is van. Nem hallok semmit, meg nem is rezeg a kontroller. Hogyha az aljában vagyok, azért már csak kéne. Egészen a tetejénél hallottam volna. Hogy mászt? Ja, hogy itt van létre. Másiknál is volt létre, csak én vagyok, Vaksi.
Ja. Ja látom. Brassi. A vagány lovas. Tényleg a kajásokat ezeket hogy lehet megszerezni? Kajásokat? A protein kajás, mondom az az volt. Fészek. Ja, abban van gondolom kaját. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy szedjem le. Nem lehet lelőni a fészek... a fészket? Azt próbáltam, lelőttem és ilyen. Nem mutat nekem itt többet, Dugi. Mindenki másikat. Van még egy nekem, nézem, hogy hol van. Nekem még három van, ha érdekel. Varmint rifle-el lehet lelövi, azt írja Zsombor. Milyen rifle-el? Varmint. Az a neve. Azt most nem vágom. Nekem egész el kéne menni a folyóig. Akkor... Melyen? Neked van közelebb? Csináljuk meg azt is, akkor... Nézd, Dugi, de még menjünk már rá. Hogy hiába jellöm ki, nem látod. Gyere! Már ott van egy ilyen moonshine-os cucc, azt csináljuk meg nekem egy kis XP-ért. Persze, csináljuk. Mert soha nem haladok a moonshine-nál. Még tök jó dolgokat ki lehetne kiszedni belőle is. De soha izé, madám mikor lesz, nekem kettő. Jó, tök jó. Fölöttünk. Na pattány. Ja, nyomom csak, nem reagál. Pattány palkó. Nézd ide, a füsthöz kell jönnünk. Kis lövöldözés. Aztán mindet meg kell ölnünk. Nem, ez ilyen moonshine-os. Meg is van. Hát ezek nem vészesek. Nézd, tesó, nem aranyosak. Édesek. Összeborultak. Ilyen ez, ilyen ez. Na. Integetett. Jaj. Nem akartam bántani. Integetek neki. Kiszámíthatottam voltam, hirtelen rárántottam a csávóra a fegyvert. Beszélyes ez a vagy nyugat. A pattany papó. Nem akarsz vezetni? Hát nem oda megyünk, amelyiket te mondtad, én ezt nem látom. Ja, én azt hittem, hogy te izé... akarsz. Mondtam, hogy nekem a folyónál van. Az messze van. Hát a fölöttünk lévő folyó. Ami... nézem... tőlünk balra. Nem fölöttünk lévő folyó, tőlünk balra lévő folyó. A pont, ahol kanyarodik a folyó, ott van bent a torkolatánál elvileg. Szerintem annyira nincsen meg. Tudok lámpát tart? Ja, nem lehet ilyenkor a fenébe. Mi király lenne, hogy itt világítanék hátul? És húzzuk a Dugi lovát. Ahova megyünk, ott három dolog is van. Lődőket én nem tudom.
segít. Milyen jó szívűek vagyunk. Nagyon meghalt. Igazából mi vagyunk a vadnyugat hősei. Rezeg. Aha. Tesz a házba. Jaj, csak olyan sok az út. Fakom. Cukorka. Meghagytad a gyereknek itt. Itt van valami az asztalon. Ez az. Felveszem a viszkit is. Megnézem a másik házat, hát ha van ott valami. De mi ez, ami itt van középen? És csillog. Itt van még egy. Isten. Igen. Jenny vagyok. Mondta a Zsombor, hogy itt van több is. Ja. Ott a workbench-en. De csak kettőt tudunk itt összegyűjteni, mert a harmadikhoz kell az ásó is. Meg a fémdetektor. Az ásót már meg tudom venni. Mennyibe kerülnek? Most amit mondom, 300 körül. Zsombor, az úgy működhet, hogyha én veszek egy fémdetektor, dugni meg egy ásót? Most meg is vehetjük, ha gondolod. Mondjuk ma már nem fogok ilyeneket. De legközelebb akkor mindenképp. Kipróbáljuk ezt a fémdetektoros műfajt. Hogy csak működik, én megtalálom fémdetektorral, te kiásod. Gondolom, nem hiszi. Akkor nem. Mondjuk van 1000 dollárom, több mint 1000 dollárom, meg most ezeket még eladjuk. Ásó nélkül nincs fémdetektor. Na mindegy. Akkor beruházunk mind a kettőre. 300-ba kerül az ásó, akkor a filmdetektort meg sem merem kérdezni, mennyibe kerül. Kicsit túl ez a játék egyébként, 300 dollár egy ásóért. Hol élünk? Már meg is van, látom. Itt van. Fészek az. De azt hiszem nem ezt kerestük. Nem ezt, ne, ja de, megvan. Jó vagyunk. Menjünk el a madámhoz. Jó. Ez egy jó gondolat. Meg is nézem akkor már az ásót, meg ilyesmit. Holnap akkor jöttök reddedezni, Dugi, este? Vagy menjek nyakig tengeig az sárba bele inkább? Hát, mit jövök szívesen? Jó. Na itt van a... Drágák, legyen elég ennyi. Úristen, 350. Öt darab tojásom volt, és itt 11 dollárt kaptam érte. Fullos. A fémdetektor... Ez... Egy bizonyos szint. Ja igen, ötös. Látom. Eladom ennek a nőnek dolgokat. 350 dollár az ásó. 700 dollár a fémdetektor. De csak nincs meg hozzá szintem. Hol tudom megnézni, hogy hányas szint a gyűjtögetésem? Az ásót mondjuk megvettem most, aztán majd... Progressnél tudod megnézni. Megvettem az ásót.
Elő tudom venni az ásót? Vagy az ásó egyáltalán hol van? Megnézem én is, hogy ezt helyet vagyok. Na szóval... Hol lehet megnézni? Kettes. Dugi, hol lehet megnézni? Progress. Progress? Ha. Csak az adott tárgy kiszedi, akkor ne is keressem. Jó. Köszi, Zsombor. Csak akkor vesz elő a karakter. Egyes szintű vagyok még csak, hát igen, akkor ez még egy kisebb farm lesz. De legalább ilyen menüásom már van. Na hagyjad! Na szoszi. Nézem, hogy miket lehet kiszedni a kollektornál cuccokat. Az a felfedező kalap az menő. Hol volt? Hol volt? Ilyen? Barna-fehér. Az fullosan néz ki. 950 dodó. Nem rossz. Akkor neked a kollektorod az már ilyen nagy szintű? Hát, ja úgy tűnik neki nagy, mondta is, hogy 4 órá kollektort valami. Fémdetektor. Menő. Egy ilyen övet kéne vennem. 4 arany. Ó, Istenem. Elég gyorsan lehet kimaxolni, ami azt illeti. De valamikor ráfekszem én is, akkor... Az a baj, hogy hiába. A Moonshinerem 8-as, de... Többet kéne elpasszolgatnom. Meg ezeket az upgrade-eket is kéne rányomatni. Csak ez 10-estől van. Vaj, már mindjárt megvan a 10. Tradert meg egyáltalán nem is használom. Nagyon ritka, csak azért vettem meg, hogy a Moonshinerre ne kelljen fizetni. Mármint, hogy ne kelljen kifizetni az 5 aranyat miatta. De mi nem tudom ezt a fogom megcsinálni, nem. Vannak menő göncök. Meglett a 10-es Moonshiner is, megvettem a fullos kemencét. Az komoly, mennyibe kerül egyébként a kemence? Gondolom az is olyasmi lesz, mint a bővítések. Én megvettem hozzá a kocsmát, a... Csak hogy miért ne? Azt hittem, hogy majd valami haszna lesz neki, de nem. Csak valami is lehet vele flexelni, hogy van. Ez a bajusz? Várhatatlan. Drága, de most pont akciós. Valentine-ba? Hát az enyém hamarabb ér ide. Itt a ló. Jó. Havarokkal nagyon fenn a kocsmában. Mi is csak akkor szoktunk, hogy néha bugiek lejönnek, vagy ilyesmi. Például múltkor az egyik stream úgy kezdődött, bent voltunk a kocsmában, és így. Ja. De az amúgy menő, hogy így tudsz bartenderkedni, és akkor így kipakolod a piákat, meg ilyesmi. Dugi nagyon nem akar jönni a lovamat, ilyet hol van? Rajta vagyok. Ja, vegyél már fel. Csak a madám előtt. Király. Szóval mit mondtál, Zsombor, ez Valentine-ban melyik épületnél volt? Várja. Várok.
lent a pajtáknál. Jó, azt még akkor megnézzük. Lent délen. Miért haldoklik a karakterem a kígyómarástól? Mennyi ideig tart az? Nem tudom. Óvatosan, uram. Nem azért egy... Nem azért egy úriemberül hát, a hátad mögött, érted, azért hovatosabban is lovagolhatnál. Francia úriember. Bemész a félbejáraton és az első pajta balra. Mindjárt lecsekkoljuk, hogy ott van-e. Kemény a zsombor, minden fejből szól. Vele kéne játszolom, érted? Ő mindent tudna. Ez olyan lesz, hogyha lesztreamelem a magát a sztorit, akkor érted, én itt tűkön ülök majd, hogy úristen, mi fog történni, zsombor meg már nevet, hogy izé fogja a hasát, hogy ő már tudja, hogy mi lesz, érted? A főbejárat. Gondolom az lent van a vasútnál, meg azt mondta, hogy lent délen. Jaj, hogy nem ez a fajta. Nem. Itt ezek a pajták. Lök elütni. Szóval, ha bejössz a főbejáraton, gondolom ez a vasúti bejárat. Első pajta balra. Szóval ez. Ja. Ha ez pajtának nevezhető. Aha, rezeg a kontroller. Fönt az emeleten. Gombol egy mágus. Itt azért sokkal egyszerűbb, mint hogyha 40 percig keresgetnénk a dolgokat. Ez hasznos backseat. Ott van a földön. Tök jó. Köszi, zsombor. Pitövéj. Innen azért nem ugrok le. Még itt, itt nem messze van egy még, egy wildflower. Jó, azt még nézzük meg. Collector rank up. Hoppá, már kettes vagyok. Nem létező éveken halad ez a fiatalember. Tudja, a bajusz miatt van. Az én lovam az nyugdíjba vonult. Lehet megsértődött, amire a tiédet használtam. Lehet, de hát nézd már rá, hogy milyen szép ló. Ez enyém se csúnya. Csak pici. Direkt vettem picit. Tudom, de hát ő gondolom nem örül neki. Valami. Kisebbségi komplexusa van a lovamnak. Még depresszióba szenved. Dehogy is. Ezáltal, hogy te ráütél egy nagyobb lóra. Napóleon is kicsi volt, de mekkora hódító. Nem véletlen vettem meg ezt a kalapot, úgy nézek ki a lovon, mint egy konquestador. Ez lesz a mai streamnek a kult szava. Gyia. Kár, hogy nem tudom így lovadat ütni, hogy motiváljam a mozgásra. Csapkodnál a seggét. Vagy az én seggemet. Nekem is volt, hogy a lovam Annelsburgban maradt. Biztos túlórázott a gyárban. Lehet. De amúgy, amiről nem tudunk, hogy a lovamnak kialakult valami szerelmi szála itt a, ha már ilyen RP sémánál vagyunk a játékban. Tuti talált magának valamilyen
csinos vadlovat. Sőt, hajkurásszal. Nem tudom miatt a hibáztatni, megértem. Szarvas. Egy virágot kéne keresni. Hát nem hibáztatom, biztos kell a pénz naturális rollra. Folyamatosan ennem kell a kígyómarást, le kell küzdenem. Nincs rá valami egyébként? Milyen szép virág. Na, megvan. Gondolom több dolog is van itt. Nem látom. Hát lehet, hogy nem pont itt van, hanem minden egy pici odébb. Az a baj, hogy... Nem tudom, hogy itt mekkora részen kéne keresni. Te is hallod, nem? Nem. Lehet csak bevagolt neked a hang. Lehet amúgy. Ugye pont ott ment át a szedek, az jó a moonshine-ba. Ja, szerintem bevagolt a hang. Ja. De Dugi, nézd, milyen szép helyen vagyunk. Ez gyönyörű. Na kérem szépen. Megnézem. Nézzük meg a kis házat. Hátha van valami. Milyen jó kis tége van. Jaja. Fog kell befejezni. Legyen úgy. Úszunk ki oda, tesó. Hová? Szigetre? Tök jó, elázik a bársony kabátom. De legalább a kalapobat nem érte víz. Ezt a szigetet akkor már kódítottuk. Ez a miénk. Na, ez itt tök jó is lesz. Gyere, Dugi. Hello. Átjön? Nem. Komoly lenne. Lejön. Nem, mégsem. Nem fog. Fél a víztől. De, átjön. Gyere. Még ott a híd közelében is van egy virág. Híd közelében? Ez a baj, nem tudok vele betelni. Csak átlott jött a lovat, Dugi. De a vadvilágban már annyira nem vagyok jártas. Legközelebb lecsekkoljuk mindenképpen, most viszont... Köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte. Krisztusz voltam, itt volt velem a Dugi, kitartott a végéig. Mindenki másnak is köszönöm, aki itt volt a végéig. Annak is köszönöm, aki csak befutott. Ha nem tettétek meg, ne felejtsetek el bekövetni. YouTube-on ugyanezen a néven megtaláltok, ugyanezek a videók felkerülnek oda is. Mit akartam még mondani? Tényleg csak nem győzem megköszönni a megtekintéseket, tényleg jól esik. Na jó van, srácok. Szép álmokat, vigyázzatok magatokra, holnap folytatjuk. Pa-pa!